Szervusztok gyerekek, ez itt a Gaming kanál, és én Guszti vagyok, és üdvözlök minden Gusztitánt, fiatalt és öreget egyaránt. Na gyerekek, aludtam pár órát, de hát nem aludhatunk sokat, mert the stream must go on. The stream must go on. És itt van velem papi is. Na hali. Na nyali jó. Na lépek papi, befele. Papi, elküldtem neked Batman üzenetbe. Ó, nagyon szépen köszönöm Greg, egy úr vagy. Batman. Baszk, egy 30-as sztrájk. Az igen. Vadon. Meg kéne fogni, basszus. Hát, az azért nem pici. Igen. Itt az elég durvának számít. Ő küldenénk Majoberry-re, az jó volna. Hm. Lőtt ki, van nálad valami? Van, 44 haltató nyíl. Az is király. Mhm. Ali Stark. Messzebb kéne húzni a másik háztól, mert azon meg növénytüretek vannak. A szíve. Tudok mozogni, ugye? Bírjuk-e életben? Mit ér ez a rámpa, bazd meg, hogyha nem lehet felmászni rajta a hajóra? Nem lehet? Lecsiszol, vagy mi? Nem, mert shit. A hajó oldalára rakta a rámpát. Hát persze! És ott van az úszója a csónaknak. Ja, azért nem megy. Ez pont belelóg, és akkor nem tudsz közvetlen fölmászni, csak ha ugrasz egyet. Passzeg. Hát én jól leszek, és neki esek ennek. Azt meglátjuk, mi lesz belőle. Mennyibe, hogy itt van a izé, amit leraktam? Persze, hogy itt van. Ó, de fasz vagyok. Most meg lebontottam egy helyet, de természetesen azt, ahol a Smitty van. És azért ott sem tudok bemenni. Az a neve a Rexünknek, hogy papi? Ez király. Na, kemény kaja. Pír! Ti arra a piros felé vagytok most, ugye? Aha. Jó van. A felé. Lehet, hogy elrepülök arra. Most én nem raktam. Építem a verhetetlen kalózhajómat. Doorframe. Így. Most sok szívünk kéne nekem. Amiből egyet meg is tudok csinálni. Helyes. Raktam egy forcsot is majd. Ó, köszönöm. Szerintem itt van nálam. Ja. Moha! Papi kapitány verhetetlen kalózhajója. Egy kis húsikát ebbe a cuccba. Mert már éhezek, ó, hát persze, hogy kidobtam a húst belőlem. Jaj, mert se kvének születni kell. Akkor is a égig emel. Égig emel. Na, így már a húsika. Kérek egy húsikát! Tudod, te a popikád? Az ez. Ma! Fog fakál nekem. Mert kiderül. Itt egy elájult rejk. Ő az, akit szeretget. Yeah. Jól van, akkor nem ölöm meg. Ez több így az nem. Nem láttam még ilyen magas szintű trájkat, úgyhogy lehet majd rendelünk mellé egy taxifutárt. Még egy kell nekem. Jézusom, derék hallottam. Legjobb. Epic a csávó. Egy óráig nem bírtam kiverni a fejemből a dallamát. Epic a csávó, nagyon epic. Azt mondja, kell nekem egy... Ecs. Viszont erre tudok rakni majd zászlót, és azt megcsináltam kalózosra. Íííí, hallod. Zsír. És nekem az le van mentve, én egyszer már megfestettem a kalót. Ja, ne akkor csak vissza addig, kell. Legyen zászlóm. Uh-huh. És visszatöltöd, az kész. Van. Király. És, aha. Nagyon király. Azt mondja, hogy megvan. Jön létre. Meg, hát az a baj, hogy festék kell nekem majd fekete.
És az még odébb van, hogy ezt ki tudjam keverni. De el fogok odáig jutni. Hát nem lesz túlságosan kalózhajó formájú, de ez egy kurva nagy kalózhajó lesz. Ugye fölküldött balisztákkal. Ennyi, azt tervezem. Katapultott balisztát. Az a baj, hogy kéne rá majd virág, vagy valami, hogy ne akarják egyből megölni. Vagy valami izé autótüretet rakni rá. Na holnap bejön egy néző, akkor már nincsen hajó. Az a fő probléma. Ez a Old MacDonald Head a Farm. Head. Ez olyan, hogy... Ja, volt. Ja. Ez jó. Nyomod a live-ot is, utána elrejted a lóhajót. Hát, de aki okos, ez megtalálja. Hát jó. Meg PvP most így. Nem fogok amiatt sírni, hogy betámadtak. Na, már van egy zászlom rajta. It's something. Na jó. Na nézzük. Arra nem emlékszem, hogy építettem rá ilyen kis műfaszt. Nem. Hát ilyen iszét, hatchet. Halloween, ciao mindenkinek amúgy. Na. Hússül, és elindulok papírék felé, szerintem madárral útra kelek. Elfelejtettem, hogy a hatchnek mi a faszom a izéje. Mi a franc ez? Amit így bezársz? Window? Window szerintem. Window frame, metal window-t látok itt most. Nem, ez nem az. Hát itt vagy, és akkor kidobja az összes fa készítmény, szerintem ott megtalálod majd. Trapdoor amúgy szerintem arra van. Beírod, hogy door, az akkor az kiadja trapdoor. Az ajtókat. Ja. Baszki, papi. Most aztán megint két hétig mehet ez a fejembe, te rohadt isten. Na, elindulok a piros fele. Kell nekem ahhoz viszont kő. Lehet, hogy ez az egész hajót kőből kellett volna. Elbírja? El, vagy legalábbis én már láttam kőházat hajón. Sőt, a srácok itt az utolsó embereteket megöltem, ott is kőből volt, úgy emlékszem. Akkor majd idővel ez át lesz építve, ez ilyen kalózhajó 1.0. Egy trapdoor. Fent van a Play It videó, Dre, végre kész. Jó, megnézem majd. Nice. Na, jövök a... Hát én itt a pirosnál vagyok a vízparton, ott építem a kalózhajómat. Kivelj, akkor megtalálok. Legyen az, hogy fekete gyöngy, dehogy is. Az már foglalt. Véres sziklet lesz a neve. Micsoda? Itt valami. Véres sziklet, és pirosra fogom festeni. Te beteg. Jó. Easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Ja, és még mindig nem nyúltam le az üdítőmért, de most, hogy elájult az emberem, így már ihatok. Nála többször is ez forrul elő. Elfelejtesz enni, meg inni. Hát igen. Ebből ennél gondok. Legalább a játékba. Ja. Még maradt egy szíringem, kell ez nekem? Jó, szóval. Oké. Ki? Ez kell nekem. Na. Tudom, hogy akarod, tedd be. Így. Oké, ez is megvan. Na, pihenés. Egy jó ajtó is kéne nekem. Van segítek a nyersanyagot szedni neked. És fémet is elbír ez a cucc? Magának a raftnak van? Nem tudom. Magának a raftnak egyébként van élete? Van, persze. Van, mert ugye tönkre is tehető. Picsába. Akkor nem érdemes rá ezért fémházat csinálni, mert... Hát... Kidurantják.
Fémet még sose láttam, követ már egy csomó szó, de fémmel még nem találkoztam. Hát biztos okkal. Na hát jó. Na nézzük. Azt mondja, hogy structures, metal, ballistához. Hallod, nem is kell ez lófas se. Ráhozom, jó, fém, gecsizok fém kell hozzá, de azon kívül nem kell semmi. Megoldjuk, van itt a környéketeken, valósással hozok, aztán ennyi volt. 300 fém kell. Jó, hát azt most cél érdekében megcsináljuk. Itt van valaki. Itt van itt. Hali. Har. Azon gondolkoztam, hogy jó is, hogy három külön helyen vagyunk, mert legalább nem ugyanazt lábaljuk. Így van, Ray, ez egy király, de most meglátogatom. Várj, nem vagyok belőle, fos se, szóval adok rá. Ja, beat. Na most már fogok. Ez hülye ötlet vagy? Vagyok terhelve. Mekkora geccátok van? Húha, azt rohadt. Pecán 78, és az szép nagy szintű. Az, ja, az szép. Valamit értettem, hogy papi, gyere, szedtem, bla 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 bla. Gyere, itt van egy cucuk, az arra mondta. Oh! Oh, de kimocsi! Ó, még C4 is van! Jaj, te el vagyok én kényeztetve. Van hozzá detonátor is? Legalább detonátort is hoztam. Fabricated pistol, azt a mindenit. Hó, hát én nagy kalóz leszek, én így látom. Ezek pont ilyen kalóz felszerelések. Királyság. Hó, hát egy urak vagytok, király. Bíz, hogyha távozol innen, akkor azért nézz a hátad mögé, nehogy kapj egy lövést. Nem értem, mire gondolsz. Jarr. Igen. Hogy bírja a kövece az aknavetőt? Jó bírja amúgy, tesztelő van. Ó, nagyon jó. Hát akkor azt mondj. Mármint nem az, de... Nagyon jó, Na nézzük, van ilyen kantino, nagyon jó. Aknavető. Spyglass. Ez mi ez? Omnidirect lamppost. Ez mi a fazamat kezdje? Na mindegy, van olyanom is. Hú, megy a kalóz. Jaj, de ajtom az még nincs. Dam 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 dara. Jó van, hát jó Skype-ot nektek, meg ilyenek. Na nézzük, én nekem csak egy kőajtó kéne. D-O-O-R. Ha, abból egy kis fa kell, és a fát dobtam ki. Okos papi. Köszi a kvetszával, mi lett? A gyerekek, mikor berédelték a szigetet, gondolom az is megpusztult. Volt percen? Aha, fogtunk a BT-kkel. Tegény madár. Ja. Zöld szárnyolt és vörös haja. Nagyon betegő nézett ki. Ja. Na, Gyurcsány Ferenc is itt van a csetben, király. Na, hát itt van a teljes izé. Magyar politikai felhozatal. Hú, de nagy darab ez a srác. Aztán. Kibaszott hegy. Itt van valami, de... Ó, itt van egy ágy is. Nagyon jó. Ezek kik. Tribe of Martin. Behúztok TS-en? Itt van a Beat Killer. Csábit! Sziasztok! Ciao, ciao! Kösz a kalóz felszerelés! Hát jó van, papi, de még mindig itt vannak a cuccok neked egyébként. Mit hittél csak mindent? Azt mondta, hogy izé, tékol. Aha. Várj, nézd meg újra. Live-ról leveszem a hangot. Egy pillanat. Drága sason, messzi vidéken vagyunk. Gyere. What you want, cause a pirate is free, you are a pirate. Ugyanabba a ládába? Aha. Igen, ugyanabba a ládába pakoltuk. Ó! Oh.
GPS, Soti. És Orbán Viktor beír a chatbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátom, jó estét kívánok mindenkinek. Üdvözlöm, kedves Gusztáv. Kedves Ferenc, az ön helyében nem vállalnám fel a nevem még ezt. Betegek vagytok, gyerekek, de nagyon király. Na, itt vagyok mindjárt az obeliszk alatt. Keres. Még mindig lesz benne papi egyébként. De nagyon lassú vagyok. Nem raktok, vagy azért, nem tudom, nem dobtok bele egy ládát, és akkor rakok egy ládát a hajomra, és felpakoltam. Hát akkor azt craftolunk egy pillanat. Lehet, hogy gyorsabb lenne, mert most éppen gyökkert. De már egy húszok. Van már csak benne. Papi, szerintem inkább dobják ki valamit, azt felveszem eddig. Jó. A nyílt tenger felé vagy, vagy folyóparton, vagy... Nyílt tenger felé. Akkor, oké, akkor az obelisz mögött gondolom. Jó, ilyen lomokat akarsz megtartani, a bőr egy valami ilyet. Nem, ezeket csak kidobtam, mert súly. Várjál, még nem érdekes dolgokat dobok ki. Pirostól a havas felé haladj a parton. Aha. Vett három a gyere. Nice. Na, ó, így már jó vagyok. Üzelünk, úgyhogy látni fogsz. Jó étre, így csáva. Jó van. Nyom. Na nézzük. Tönet kiló? Hát akkor szerintem először inkább lerakom. Hozunk nem sokára neked is egy hódot. És akkor azt a smitit eltüntetheted onnan a fenébe. Mi a hódsegében lehet építeni a hajódat, ha cellinget használsz. Igen, a hód az mozgó smiti amúgy, ja. Nagyon király. Mi? Komolyan? Aha, benne igen, a gyomrába a tudsz craft. Csak egy nyerget elkészített hozzá. Ne basz kell hozzá nyereg. Hát meg hogyan van bít a fa, az jóval kevesebb súlyt nyom, hogyha a hódba rakod. Ötödére csökken a súlya. Ja, szóval marha sok cuccot elbít. Touchot is csökkenti, meg a fibert is. És rohadt jól úszik, mint ma megtapasztaltam. És nem is csökken a staminája úszás közben, szóval elég kemény. Hoppá, itt a gyülekezet? Igen, megjöttél, ahogy látom. Na, milyen madarat fogtál? Hát ez... nem túl jó, de célnak megfelel, király. Végre van legalább. Ja. Nézzünk. Sas Józsefnek nem fog tetszeni. Hát csak nem nézi a streamet. Soha nem lehet tudni. Töltöm a kulacsot. Okay. Itt a környéken láttunk egyébként egy 10-es pinót. Ilyen szép adat. Papi papagája. Nice. Ó, hogy be van rendezve a hajó. Nagyon bizony. Cool, nagyon cool. Nem baszol bele egy ládát, mert van egy csomó cucca, és túl vagyok terhelve. Ládát, de... Ó, Istenem, hát ennél nagyobbra tudtad volna építeni jóval. Hát, majd a tetejét. Meg igazából csak izit akarok rára baszni, egy palisztát, hogy lőjem a házakat. Elmegyünk, keresünk egy hódot a környéken. Jól van, köszönjük. Ezt lehet, hogy itt nem találsz meg. De, van. Nagy szekrény belefér így a hajóba, papi? Mert nagyon gyártottam. Vagy kis ládát csinálják nem, inkább? Nem, de bontsál belőle, és akkor belefog. Figyú, raktam izét, puskát, meg töltényt a smithybe. Ja, papi, tényleg, Mizókáról fel kéne oldani a bant, mert ő nem csalt. Ő is a képet küldte neked a legutóbb. Ja, ő volt az a izé, de hallod, igen, én róla leszettem. Igen, most is a cseten egyébként. De leszettem róla. Mizókáról, mert... és írtam is neki izé Facebookon. És valamiért nem engedi fel. Hát akkor most próbálj, itt van, most nézi a live-ot. Hát tudom, de attól még mondom, hogy fel van oldva. Mert megpróbált belépni szegény, és mindig kibárta azonnal. Mindjárt megmutatom neked, csak... ki kell hozzá lőnöm az Avermédiát. Jó, szekrény van. Nem az kell úszik. Megmutatnod. Ali! Tudom, azt mondja. Mert a jelszót sajnos látják, a nagyon hülyén lett megoldva. Várja, azt mondja, hogy admin menedzsment. És Matteo van, Mizo és ott Tomi. Ott van Mizo. De az MYZO és egy nagy H. Nem a Mizóka. Igen, ő az. Hát de róla kaptam egy képet, és rajta ült egy több százas lényen. Ő nem, ő küldött neked. A több ott százas lényen lehet, hogy rajta ült, mert mi kihúztunk lényeket. Százasok nem. Az nem lehet, mert ők lántadunk is, ő nem csalt. Hanem azok a srácok próbáltak odajönni hozzánk, berédelni minket. Udott pirosítta. Jó, leszettem akkor róla, én úgy emlékeztem, hogy láttam.
Nem, ő itt van benne a klánunkban, és a mi klánunkból is három véletlenül ki lett bannolva. De őket vissza is engedtem, mert azokat láttam, de úgy emlékeztem, hogy a Mizuka volt, aki nem csak, de a Mizu, aki igen. Na. Jó, oké. Okay. Vissza van téve. Jézus, a Matolcsi György is itt van, mi a szar? Mindjárt adok ki. Köszönjük így utólag is. Köszön. Így mi? És most megyek és megbaszom azt a kőházat. Mit, amit van a szomszédba? Aha. Ja, azért. Aha. Én azt már kiszúrtam magamnak. Bár mondjuk a C4-et nem akarom rápazarolni. Mert azzal akár egy fémházat is berobbanthatni. Megnézzük, hogy bírja a kő izét. Az aknavetőt. Van itt egy gránátom is. Így. Hol van a... Ez nem az aknavető. Növények kiürültek, amik vannak? Nem lőnek? Vagy mi van velük? Mi van a tetején? Hát ne, az csak... lőnek erőteljesen. Ja, hogy itt van fém része is. Hogy engem nem lőnek? Egyben. Érdekes. Öcsém és bazúkával itt. De vigyázz, kijönnek az állatok, hogy mi a szart. Tudom, de hogyha nem fognak elférni. Nyugi, papi kapitány nem fél. Szépen. Kik ezek ide. Amúgy? Dolfitős. Ennyi volt. Berobbantottam egy vizet. Van itt benne egy madár. Hallod, és nem kódolták le a ládájukat a izét? A nagyot. Mit a széfet? A vaultot, igen. S mi van bele? Azt írja a flánom, Jézusom. Hogy vagy valami, és farmoljuk ki neked a portjára valót. Papi, rengeteg cucc van ebbe a vaultba, azért ez nem rossz. Crossbow, longneck, hát kristály... Hát srácok, hogyha így adakoztok meg ilyenek, én benne vagyok, szóval én ugye el vagyok meg igazából, csak portját nektek fejjel. Igaz, hogy mi később csatlakoztunk már a fiúk előre, így akkor is nagyon jól haladtak. Azt a mindegy, hány száz cucc van ebbe, geci. Kéne valami állat, hogy elvigyük. Itt a... sasomba is fér valamennyi. 400 fém. 100 olaj, több száz gyöngy. Ja nem, még 400 olaj, több száz gunpowder. Cementpasta, darásig. Primitív crossbow-t én magam azt veszem. Mi azt kell innen? Hát ez egy jó ötlet volt ide bejönni. Nem rossz. Olaj, szilikakör. Nem is nehéz a szilikakör. Ilyen izé nincsen egyébként? Ilyen mi az? Tribe összefogós lófasz, és akkor nem támadják a dolgot, mert tudtok jókálni, vagy valami? Hát én szövetséget lehet kötni. Ja igen, akartam mondani, hogy papi, kötöttem szövetséget egy klánnal, akik a régi ismerősök. Ja, azt láttam, hogy őket először egyébként berédeltük, első nap őket megöltük. Ja igen? Hát a Tomla kérdezi, hogy behúzzátok-e őt is TS-re. Aha, pillanat, csak éppen egy csávót húzok be, aki itt alszik a vízbe. Ali, itt egy teljes flak armorban van. Ciao. Kell majd az armor-e, Gusti? Éppenséggel, ja, mert én bőrcuszba vagyok. Na. Nem akarom rá pazarolni a töltényt. Papi, pakold ám ki a többit, én 90 gyöngyöt, meg egy crossbow-t kivettem, vagy 150 gyöngyöt. Hozd ide azért a székletet! A székletet? Hát a véres székletet, hajózik de... vele is. Rakunk rá egy ládát, és akkor gyorsabban tudunk pakolni. De ez papi papagája, nem is székle. Én a hajóra gondoltam. Az lesz a véres széklet. Turbo meghajtás, lángol, figyeld! Te erre nem nő, biztos nem, miért nem nőnek azok a növények? Most ezt nem vágom, hogy engem... Engem ültek. Ide lefelé nem tudnak lőni? Tudnak lőni. Ide jól lesz a holász, papi? Aha, várjál. Vigyázz, ez nem, most igen. Nem engedték belehúzni a pajtiukat. De hogy ott a C4 gyerekek. Tomla, hogy ők valami kell tudni? Ez egy kőből volt, azért nem akartam C4-et pazarolni, mert még találtak fémházat. Azt is ki kell rám mondani. De az a helyzet, hogy nem fogjátok kilőni azokat a tureteket. Milyen tureteket? Hát az a növény. Hát de nem is kell, szerintem már befutottunk. És simán így át tudsz. Nézd, ja, és nem volt lezárva a vault, Tomla. Ki lehet pakolni a széfet, mert nem zárták le. De. Szóval mivel hoztatok, tudtok nyugodtan pakoljatok, ami nektek is kell. Na papi, itt van a lőszered, a gunpowder. Én most csak annyit akarok, hogy tudjak egy izé, egy katapultot craftolni. Ó, itt van még izé, rifle ammo.
itt van egy állatuk, nézd! Mr. Villám. Jó, hogy a Dilló papi papagája, szegény Dilló a tutajod alá volt szólva, és azt hittem az a tutaj neve. Gyere ki a vízből, gyere. Sok élete van. Gyere, szegény. Ögölj már meg. Na, emléked örök kijelni fog. Sziterodon, gyerek. És milyen kalóz vagyok. Jár! Lényegében nem hazudok, ugyanis komolyan... az interneten fönt van, tehát örökké. Igen. Nem, a saját legénységét is vízbe folytja, hogyha nem jól viselkednek. Hát de most komolyan, most ez szegényeket miért nem kódolták le a valtjukat? Ja. Az ilyet építesz az első dolog, de amúgy ott fent van a fabrikát. Tehát azért nehezebben nyitottuk volna ki, ha le van zárva, igen. Na, kicsit beljebb vagy a vízbe. Nem vicc, hogy mindjárt összedobok egy létrát. Ez tényleg most ilyen kalózkodás, basszus. Nem tudod felmenni létrába, nem tudod lerakni. Nem engedi? Nem, de ládát tudtok lerakni, nem? Nem. Ellenséges területre nem tudsz felrakni cuccot. Hú, tényleg. Ja. Na ez itt már úszik. Jó, én már más nem lopok belőle. De hogyha valaki ideállna alám, megpróbálok felugrani. Tudod, hogyan rédeltünk régen? Na. Építettünk akkora platformokat, ami magasabbak voltak, mint a, mint a falak, és egy türelnyővel ugráltunk be a bázisokra. Jó, nem jó, várjál. És úgy nem tudott olyan gyorsan lőni a türet meg ilyenek. Na, az király. Egy kis lag. Ja. És erről a szekrényről, arra a szekrényre? Na, mindjárt kitalálok valamit. Ó, van itt narkotik, hogyha akarunk majd szeridíteni. Yo-ho, diggity-di. What you want, cause a pirate is free? Anyád. Köcsög virág. Nézzük. Itt bedobálok cuccokat. Frank Villarro. Ami leölt egy közösszes húrdból, figyelem. Jé, ez kuka. Jó van, papír, egyet ellépek haza, még építem otthon a védelmet, szója van valami. Meg visszak okay. A cuccot, amit innen lenyúltam. Többit behagytam a boltba. Jól teszed. Én is csak szeretem fémeket, hogyha még találok itt, azt kiveszem, hogy azt tudjak majd építeni. Valami raptorunkat megölt egy Rocky. Hol? Igen. Növényevőn még mindig? Ott még mindig vannak állataink amúgy, mert te streameltem így este, és így gyakorlatilag folyamatosan jöttek a piros üzenetek, hogy ez az állatunk hat, az az állatunk hat. Mondom, hol? Hát nem vágtam, hogy hol. Hello, Smike. Smike. Smike that all on the floor. De hülye vagyok, hát ebbe az őszmitéjükbe fogom lecraftolni a cuccokat, és akkor nem kell rámolnom. Ennyi. Csak a izit. Csak a kézkatapultot felrakom a hajóra. Na nézzük. Így. Ezek a piranyák nem lennének, ki kéne őket találni. Így. Így. Weapons. Firearms, no arms. Attachment, nem. Structures. Metal. Katapult, hoz kell nekem még stone, meg touch, meg fa, és akkor kész a katapult. A balisztához meg iber is kéne. Katapult a stílusosabb, nem? Ja. Yeah. Akkor kő, meg touch, meg fa. A sok közé az nem kell. Ez mi a storage box? Ja, itt egy felrobbantottunk storage boxokat is. Hát, hogy ezek a fémbázisnak miért nem raktak mondjuk fémtalpazatot? Ezt sose fogom megérteni. Itt szokta a légió is nálunk a faszt. Volt egy darab kő, egy teljes fémbázis, ez alja kőből volt, egy darab ponton. Már sajnálták rá. Bemásztunk alá is, és azt szétszedtük a picsába. Igaz, hogy 5 órán át tartott, mert nem volt C4-ünk. Ja, és fém csákányokkal vertük, de... De bejutottatok, ja.
Ja. Ó, itt vannak Linaék. Cse Lina! Épp most fegyvereznek fel engem a fő ellenségeiteket. Jó, ott van a csapartól. Ez egy PvP szerver. Igen, Beat van még itt, és neki is van csatornája. Gyerekek, közben, okay. Közben repülök a sassal, megpróbálom nektek berakni, jó? Figyelj, nekem csak egy pár videón van fent, az kész. Na jó, de tudod, én csak azért csináltam, mert egy ismerősöm mondani minket. De ők azt is látni akarják, szóval... Mindent látni akarnak. Beat Killer, ha így beírom, megtalálom? Meg vagy, jó. Oké. Okay. Hamar fogok éhen halni, mint húrot lelni. Kidobtam bele egy kis touchot és structure metal, mi kell még a katapulthoz, még több van, és... Azok hogy a faszomba fogok ide 390 követ elhordani, amikor ilyen... Scorpio. Már csak volt, illetve még mindig az, de nem sokára már csak volt. 3 év alatt betöltem ezt a szart. Így. Mi? Békát elbírja a sas, ugye? Igen, a sas elbírja. Akkor hazaviszek egyet. A hódot is elbírja a sas. Ja, igen, igen. Jó, egy békát hazaviszek, nincs még békán. Vigyázzatok. Ja, azt tudom. Azt azért female-débe rak bele és távolról lőtt. Még amikor bejöttek, rögtön első nap fogtunk 3-at vagy 4-et. De egyébként a hódvárat fosztasz ki. Több cementet összele. Ja. Yeah. Jó, de én szeretek vele ugrálni, tudod, én imádom a békát. Nekem az kell. Most nem látom. Anyját, hogy nem lehet elég fát elhordani. Na, gyökkettővel vágtatok. Gyere velem, jössz. Nőstény 11-es szint. Papi tenger kalóza, így. Papi, mondd meg a... Az nem sas, hanem Argentavis, az egy őskeselyű. Hát igen, egy dögevő. Ja. Nekem akkor is fratosasra van. Na viszont lehet, hogy most lövök még egy felcát, egy 9-est. Na, valaki kire? Valaki jön ide segíteni majd. A zöld oszlopnál vagyok. Egyszer lesz katapultam, baszki. Csinálok egy gránátot. Ezt itt eldobom. Én megy be egy megalodont, és az védi a hajót. Aztán megyek valószínűleg. Ekkor öltet betémelni 10 megalodont. Ami jön a hajó és után, mindig mi? Csak a vízen kikötni. Yeah. És fémbázis, ezért a tetejét kell berobbantaniuk, mert az alját nem tudják, mert ott vannak a cápák, és megeszik őket. Nem rossz mondani. Valószínűleg egyébként nem lehet ezt így, mert lelövik a picsába a megalodonokat, és berobbantják ugyanúgy. Mm-hmm. De poénnak megéri. Abszolút. Tomla, te mit csinálsz? Meg lekraftolom egy csó... Csinálok között gránátot, berobbantom ennek az egyik részét, aztán megyek arra. Ja, akkor már csak ilyen rövid távú terveid vannak. Van egy iroda, hogy szekrény teteje, a hajón ki fogják lootolni. Hát majd megemeljük. Most csak azért raktam le, hogy tudjon a papi belepakolni. Holnap még dobni az azt. Kell csinálnom sok papírt és ráírni, hogy papi kapitány itt járt és bedobálni a kirédelt házaknak a ládáiba. Ilyen cetliked? Ez király, ez király. Táblára ki tudod rajzolni. Vagy táblára, jön. Tényleg. Hát, hogyha van tábláljuk, nem? Rakjál le. Én is le tudok rakni táblát ide a ház közepére, akár hát, vagy... Nem, valahova messze. Szerintem nem lehet. Bejárathoz, vagy valami bejárat elé. Na, ennek Orbán Viktor örülni fog, ha ezt különöm. Na most meg nem találok, te béka. Narancsszínű. Segítenek nekem, Félix, azért vannak itt. Segítenek gonoszszá válni. Nem volt semmi a fabrikátorba, úgyhogy tudta. Na, sikerült feljutnod. Főrepítem most a sasa. Befért. Nézzük. Apróiban. Tractures, metal. Minden, ezt a 3 gránátot. Azt mondja, hogy mi kell 102. Meg touch, meg kő. Ah, keci hosszú lesz ez. Most mondta a gyerekek Beat, hogy ismerősök, tehát hogy azért rakta, csinálta ezt a dolgot, hogy meg lehessen nézni, hogy izé. Tehát a nem YouTube-os karrierbe vág, gondolom.
Megkérdezgetik itt, hogy most lesz még, meg mit tudom én. Nem nagyon szoktam. Ami van, ott van, srácok, ott körül tudtok nézni. Nem a nem megfelelő potár az én gépem. És nincsen kapcsolatban. Ja. És nem is nagyon akarok rá kiadni pénzt, mert most költöttem a videókártyára egy kisebb vagyont. De még fejlődik. Ó, hát itt van a kedvencem. Vladimir Putyin is már itt van. Ja, hát nálam kérdezték, hogy Putyin így sincs, nem is nézem ezt a streamet, azt így kilépett a gyerek. Jó van, hát ott van papinál gyerek. Várnia kellett volna csak. I got something to put in you. Put in you. Ja, ezt a klipet mondod? A... Nálad láttam azt? Te posztoltad ki egyszer? Melyiket? Te ilyen Putyinnak van öltözve, hogy gyerek, ilyen videoklip, és akkor ilyen putyinos dolgokat mond. Putin. Valaki gránátot dobál, szegény. Ja, szegény, én még úgy, hogy de vigyázz, hogyha felrobbantod a Smithit, amivel dipakoltam, üvöltve fogok sírni. Üvöltve fogok sírni. Már csak a szaros követ kell beleraktam, hogy meglegyen a katapultom. Amúgy csak számítom már nagyon ellenségeknek, mert nem nagyon játszik itt a klánból senki. Nálatok sem? Hát ez az. Nem. Hát így rámutak a fiúk, hogy tényleg egymást ölték. Nem láttam mást, Bíz. Csak ez meghal, az meghal. Egymást ölték már. Ahogyne, a klántársak. Halimi. Unalmas volt már. Puh! Hát most jön a szar. Itt így vártam erre a gyerek. Kell ide hoznom 360 követ. Bartenderös? Mm. Jaj! Őket ne bántsátok, ők spanciaim. Ja, úrép, basz. Téged ott lő az a izét. Baszolj, baszó. Ez az, kidőlt a kvetsza. Keresztül. Meg ott pont van egy. Ne támadja meg semmi. Ez megint fának ott? Na. Igen, nem ez. Szerinted, ha passzívra teszem az állatokat és bevágom a békát a kertbe, ott el tudom kapni, nem? Lehet, hogy elaltad párat véletlen, de hát most... Ez a trike a tiétek. Idobok követ, nem tudjátok áthordani vele? Várjál. Hol vagy, viszem én. Kire 390 követ, beleraktam a Smithybe is. Nehéz. Add át neki azt a trike-ot. Aki búcsa kell. 44-esen kellett fel. Nem ott vagyok most. Épp egy követszel témelek. Dobj egy pár követ, azt elviszem. Várjál, nem köveket dobtam. Itt vannak a kövek. Ezeket viheted. Jöhet még. Még jöhet. Még mindig jöhet. Dolgozom az ügyön. Ja. Na. Gyerekek, milyen bázist találtam. Na. Szövetséges. Ezzel elvileg megvan. Papi nem alszik, mert robot. Nem, azért nem alszom, mert holnap nem kell dolgoznom. Az egy darab hobbim általában az pont az, hogy játszom. Ezért játszom. Megjön. Viszont egy kicsit a tulajdban. Itt a töltjük. Megvan a katapult, mert látom is a következő áldozatot, mert én ott látok egy kőházat, és alig várom, hogy szétlőjem a hajóról. A hajó szmutyébe tegyem? Ne, itt ebbe. A házban. De ilyen izére? Súlyra vagy gyűrő vagy mi? 300. Azt a mindenit. 350-en vagyok én is, mert utáltam, hogy nem tudok lépni. Igen. 200-on vagyok. Melyik a durvább? A balista vagy a izé? Vagy a turret? Másra jó. A katapult. Másra jó mindegyik szerintem. Practical effects, structures, azaz. Struktúrák. Még kell kő. Nem sok, de kell. Nem adtam eleget? De csak a trike-ot nem értem közelebb hozni ezek a szóval növények. Oké, okay. Nem para, csak izé, azt hittem, hogy elfogyott, mert akkor elfutottam volna még.
dehogyis. Ez valami egy gyerek lehet egyébként. Mert nem láttam többet is. Ja tényleg azt vízbe folytottam, meg vannak még a tucat? Meg rajta van a full flasset. Meg pár vastuc. Akkor ezt leveszik róla. Berakom a saját szekrénybe. Jó, jön az majd pánságos időkre. Kaptam be egy 100-as követ. Köszönöm. Viszik? Amúgy egyszerűen gyorsan meg lehet oldani, hogy vasból legyen az egész. Ha itt vagyunk, segítünk, igen, hamar meg tudjuk csinálni. Átépítsük vasra? Mondjuk itt van izé is, Smithy is. Szóval. Hát átépítettük akkor a izét vasra, még mielőtt rárakom a izét a katapultot, mert lehet, hogy szomorú lenne. Tomla, ha van egy fél órád, nem lehet szifért. Kitinért. Ez van a katapulta. Most találtam egy csomó hódvárat. Kitinből, mint hogyha nálam lenne egyébként. Most nézem. Meg itt volt izé. Cement minden. Tettem be a ládába. Igen, van. Gyadagot. Jó, mert van már teknős. Mindjárt mutatom őket. Ott van a kedvenc recsegősöm. Igen, igen. 16-os ötös meg egy egyes szintű hód. Jó van, átparkolok, megnézem a másik hajót. Vagy mi az a másik házat. Na már megijedtem, hogy megint úgy indultam, hogy semmi felfem nálam. Na srácok, én adok egy koordinátát, ahol van egy csomó hód, aztán én lépek haza. Rendben, majd akkor én elmegyek értem. Már holnap megyek orvoshoz. Hm? Muszáj aludnom. 53,7 és 30,2 tized. Ott van a következő rédelnivalom. 53,7, mi volt a másik? Én leírom ezeket. És 30. 53 egész. Na, legyen 53 és 30. És 30. Jó. Így van, egy ilyen kisebb, ahogy megy a folyó, van egy ilyen kisebb. És a ti a hódvár is van? Ezeknek ketreceik van. Király. 2, 4, 6, 8, 10 hódvár, egyet kilútoltam az előbb. Ezek biztos izé. Hód. Király, király. Hogy halad a hódot, Gusti? CRF Play. Micsoda? A hódot hogy halad? Megvan, megvan. Voltam kim vele tegnap talán. Lol, ez a csávó megszokta. Kilóg a házból. Hát de nézd meg, itt kilóg a házból szegény. Igen, előfordul őről helyen. Én nem láttam. Húz ki, rács ki a bírod. Nem engedi valamiért, pedig itt vagy inventory access, nem mondjam. Hát... akkor most kap egy textúrát. Én mindig nem engedi húzni, de hogy? Tehát benn vagyok a házban. Ez fura. Mi a Guszti amúgy meg így egy kis olaj, nagyjából egy kis tudjátok, hogy hol van egy még pontosabban, nem messze a vulkántól. Akkor király, jó, jó. Nem messze a vulkántól a lábánál. Ez, folyóparton. Ez GPIS-em, akkor oda megy. Nem értem, itt a fasz. Az, hogy én nem látok semmit. Nem fogy a HPS-e, itt ütöm. Akkor lehet, hogy fent van az emellem a streamjába. Miért menekül egy Rex a kezzel? Ez soha nem értettem. Ez a meletes? Na várjunk. Vigyázz, nehogy beledurranj a padlóba. Elmondja, hogy 10 FPS-en van. De lejött róla a ruha. Hát róla a HP-ja marad. Tényleg rólam is, rám dőlt a ház. Na, beledurrant a padlóba úgy, ahogy volt. Ja, lol. Hát majd helyrehozom a páncélomat. De ez az aknavető, ez durva cucc. Ja. Ő az új kedvenc barátom. Kukitincete volt a srácnak. Ja. Megyek és pakolok egy kicsit a véres hasmenésbe. Vagy mi a véres sziklad? Véres sziklad. Túl vagyok terhelve. Adtam tőle fémet. Pont elég lesz arra, hogy megjavítsam a páncélomat. Bedobtam én is 70-et.
Jó igazából. Jó ét, hali hali. Hali jó ét. Jó ét, csáó. User disconnected from your channel. Ott van. Vékony gyerek, ez mi kell? A torzómat kell megjavítani, mert az teljesen leesett. Nincs is torzom, mi a fasz? Milyen nincs torzod? Az inventoritban lesz, mert teljesen széttört, nem? Ó, oh, de. Kösz. És mi nem tudom megjavítani. Két fiber. Megyek virágot szedni geci a páncélhoz. Meg kell kötnem a gatyám adzagot. Oké. Okay. Messi with Putin is a sin. Jó van. Bejössz? Csak meg akartam javítani az enyémet is. Jó van. Addig izé. Betákolom a hajó tetejét. Nézzük, kell nekem fal. Hol van a kibaszott fal? Tacskál hozzá meg fiber. Guszti, tudsz csinálni egy kvetszel nyerget? Simát? Simát, vagy akármiért. Mert ez a tiétek lesz. Ja, igen. Simát tudok. Gondolom. Már megtanultam. Csak azt nézem, mi kell hozzá. Hát szilikapör is kell. Azt pont loptam onnan, ahol rédeltetek. 750 bőr, 500 füvet, cementpaszta. Van szilikapör, van. Egyedüli, ami kell, akkor... Fibert szedek, bőrt azt szedek. Ó, Rexen van nyereg. Zsír. És Orbán ennek tudja örülni fog, mondom, mert ez narancsárga. Ó, basszus. Viktor boldog lesz. Azt mondja, hogy megvan a fal. Ez be kéne meg rakom. Is van. Hát. Nem lett valami nagy tízes lett csak. Ó, hát ne hülyeskedj már. Ez elég király. Persze, azt mondjuk. Én azoknak is örülök nagyon. Jaj, gyere. Most ez? Ó, van is a regzbe. Hoztam egy kis plusz jelenségot neked. Ó, köszönöm. Na, várj, mert most én magam is eltévedtem, inkább feljebb szállok. Jó, tudom, hol vagyok. Itt tényleg ez a csávó nem halt meg, csak levetkőztettük. Bocsia, nem mondod, ez még mindig itt van a bugba? Hm. 36 HP-ja van itt még ilyen. De már bele tudok nyúlni, hát miért nem sebződik? Attól függetlenül bárki, aki öntudatlan bele tudsz nyúlni. Nem, meg se kell ölnöd hozzá. Hát de nem, nem tudom ütni. Itt lóg a levegőbe, szegény. Rákakírok egy kicsit. Na, de jó, elhagytam a fegyszert. Ó, itt van izé, van ilyen cooking potja. Megnézem, hogy van-e szén. De igen, akkor főzök fekete festéket. Van ez szén. Nem, vizit akarok. Akarok Ja, kalózzászló. Kalózzászlót. Mégis már televertem fekete bogyóval, és nem ment fel a torporja, és csak ötre. Hát egy kicsit bepag volt a csávóka. De ki írta, hogy megöltétek? Na, itt van 36 HP. Nem él. Mert Hapinak ki kellett volna írnia, hogyha megöltétek. De nem öltük meg, hát látom a faszit. Akkor lehet, hogy valóban elvagolódott a teste. Hát lehet, mindegy leszarom. Ugyanaz, mint a paracelnél szokott, hogy elrepül is, te nem tudod, hogy hol. Ja, és de ahol eredetileg meghalt, ott kell, hogy csákányolj, mert ugye onnan igen. Szedné a húst meg a izét. Az animáció meg így elszáll a picsába. Megyek tovább a kalózhajomban. Jó, kvedzenyereg legyártva.
Keresem a következő vízparti halálokat. Jaj, hát itt van Ebeni, szevasz Ebeni! Presztevezetőt ki tud ajánlani via drog szexen kívül. Bármi értelmes javaslatot elfogadok. Halé Benny. Lefekvés előtt. Hát, hogyha kivered, az nem számít szexnek. Mert akkor pöl. Vagy de attól el lehet álmosodni. Tea. Hát, hogyha... Ja, sem. nem értettem, hogy mit mondasz. Attól nem hát, hogy attól el lehet álmosodni. Na, a teától is el lehet, de teáz és közben verd, és akkor tuti, hogy elalszol. Az a neve a csávónak, hogy keresztes lovag, ezért bosszút kell rajta állnom. Bent vagyok, I'm in! That's what she said. Volt egy refining forge-a. Gyerek jól rá a házad, elég muszti. Figyelj, a hódra mit húzzak? Utkó már kérdeztem. Ah, HP, erőt, hogyha a kvetlával cipeled. Millie damage. Offszert, hülye. messzi szállj le, mert nagyra vannak állítva a növények. Föllőnék flare, csak most nincs nála. Vagyok nála? Ott király, ott király. Már nem megyek. Jaj, hát ezt egy ideig verhettem ezt a szekrényt. Megtámadtak tetsz, minket a bogarak. Ideig verheted. A sport az azért nem jó, úgy tudom, hogyha elkezdesz edzeni, akkor utána ízét. Nem elfáradsz annyira, hanem hogy épp, hogy az adrenalin az még lögdösni fog. Még később fogsz elaludni. Vigyázz, bogarak mögötted, nem akarok ütni. Ne. Na, vigyél meg őket? Várjál, passzívra fújtam a fredszát, mert téged támadott. Ja? Most ütheted. Hát az hamar szétzúzza őket. Oké. Okay. Igen, csak téged is szétzúzott volna. Ja, a kvedze, az biztos. Azt írja Mizo, hogy fent van TS-en is. Feljött ide. Na, mindjárt berántom. Láttam, az előbb elkezdett játszani. Csoki! Ciao. Ali! Hej! Dobd ide a nyerget, azt hagyjam. Bazd meg, tök üres volt. Várjál, szerintem még raftolódott és ott hagytam. Várjál. BK-val jövök, ma hamarabb ide érek. De hülye vagyok, az előzőben volt. Ott, ahol volt. Volt a fém is, meg olaj is, meg gunpowder is. Kellett volna kraftolnom egy rakat gránátot. De igen, és azt pont kell az olaj. Gunpowder betettem a Smithitbe. Vagy igen? 5-600-at. Igen. Merre vagy nyitom? Otthon még szedektem össze cuccokat, amit kellene. Nem tudom, mennyi minden maradt otthon, mert a fiúk nagyon sok mindent elhasználtak. Nem vagyok pár napig, aztán nincs. Találtam egy táblázatot, és a sományságon a sör mennyiség függvényébe kiadja, mennyit ihattak. Mi holnap ezeknek kell, vagy mi a baj? Szevasz, gonosz Manó! Ilyen fáradt a Karim. Menjünk el a seggembe. Ez így csak mi van itt? Ja, de most nem azt kell csinálni, jó van, hát most velem vagy. Azzal, hogy kidobtam a fehér bugyot, hogy főkecselek. Addig püfölte papi, hogy elfáradt, igen. Mit? Igen, ez így. Jézusom. Megszokott esni nálam. De miért nem húzol fortitude-be? Csak úgy. Mert szaros meg. De akkor miért ne csodálkodnak, hogy könnyebben ki tudnak ütni is. Bang! Meghajt! Ott a nyereg. Szegény kicsi pulyka! Na várj, mert most magamhoz kell húzni megint ezt a majmot. Itt a kusikát. Mi lett szegény Rínónak a neve? Hát nem tudom, mi lett szegény Rínónak a neve. Láttam a live-ba, nevettem is egy jót. Papi, nem is találkoztam még Rínóval. Ja, nekem mondod? Igen, Guszi, neked? Fú, nem is tudom, mi volt a neve, de meghaltam, azt láttad? Azt nem. Kiderült, hogy kurvára nem úszik jól, és kiderült, hogy 10 piranya az, hogy szemét lát. És megölték, baszki. Fogad. És ezt lehetne ölessétek meg velünk. Jó ét, Benny Power.
Hát, mikor fogtuk veled a kvedzet, nekem utána már másnap írták, hogy bele trédelve a sziget, és a kvedze is meghalt, szóval... Én sok mindent nem tudtam tenni az ügybe, hogy ne halljon. Jaj, ti már, izé? Ti már smúzoltatok ezelőtt is? Hát segített fogni kvedzet, erre másnap nem tudom kik, de berédelték ugye akkor a növényevőt, és kvedze is így repült. Amiért akartak menni, mert már megunták az egészet a szerveren. Nem tűré, de valaki más, nem tudom ki, de meghalt a kvedze is. De mit tudnak rajta? Tehát van egy csomó rédelni való finomság. Ja. Hát de ez ilyen kicsik, azok nem rédelni valók nekünk, papi. Ja. Láttad már a bázisunkat? Nem. Ti vagytok a vulkánban? Igen. Igen. Titeket annyira nem szeretnek. Csúnyán beszéltetek Lináról. Lináról? Aha. Jó, na, Piruékról azért tudni kell, hogy emberileg nem túl... Nem tudom, hogy mi Lináról csúnyán beszéltünk volna. Ez az azok voltak, akik rédeltek, úgyhogy... Mutam Szefiról. Igen. Nem szeretitek Szefándit? Nem, nekem nincs sem bajom, ilyen szempontból, de azért... PvP szerver és állítólag csalás live-ból nézni, mikor nem is live-ból néztük, hanem ott settenkered körülöttünk, és kiszúrtátok, hogy segíteni akarunk. Ja, én ezt úgy hallottam, hogy valaki nézte a live-ját, és izé... És... mi az? Mindig ment utána, amikor szelidített, és folyamatosan ölték meg. Tehát az úgy van, az úgy tényleg nem korrekt. Mert én akkor a Gigantóval szenvedtem, a többiekkel. Erre vagytok, gyerekek. Na azzal én sem értek egyet, hogy valaki nézi a live-odat és izé. És azért megöl, és utána meg feláborodik, hogy de PvP szerver, és hogyha ő live-ol, akkor így vállalja a felelősséget. Igen, ezt mondtuk mi is, hogy a live-ol, akkor vállalja a felelősséget érte. Direkt emiatt kapcsoltuk be mi is a live-ot. De hogy tessék, szét lehet nézni, fel lehet készülni, direkt körbejártunk az egész házat nekik. Srácok, azért live-olunk mi, hogy olyanoknak nyújtsuk tartalmat, akik nem játszhatnak a játékkal. Nem azért, hogy aki benn van, annak könnyű helyzete legyen, hogy kitöljön meg, mert ez fasság. Hát így van. Ezzel azért nem tudok azonosulni, mert ez hülyeség. Nem azért streamelnek a streamerek, hogy akik fennjátszanak egy PvP szerveren ellenség, az könnyen megtalálja őket, nem, hanem hogy ordibálták tényleg, és még péntek volt vele, ha jól emlékszek, ő még szólt is neki, hogy álljon le a lövéssel, de folyamatosan lőtt. Trexi volt szerintem. A Trexi volt? Trexi. Igen, mert péntek este jött fel Guszti, az jó mondja. Aznap dolgozott. Mert még a többiek mondták is, hogy segítsünk nektek, hogy fejlődjetek, hogy legalább legyen valaki, aki ellen harcolhatunk egy jót. Ebben a ládában sem volt szar semmi. Nem, hát az összes üres volt. Fosadik láda. Majd elmehet, megnézem azt a hódot addig. Van nem Giga? Mi találkoztunk velük. Gigantóval? Aha. Kik! Hol? Hát ő próbáltunk témálni, az első az fél lett, a második hát igen, az behalt, azt tudom, hogy befagyott a víz alá. Igen, az beesett a víz alá, az meg. De hát az csak egy 4-es volt, vagy 3-as. A 18-as még betémeltük. Nem, az mert sikerült. Az sikerült, meg lett. Én sem voltam fenn, nem. Nagypapi ott parkol fent. Jaj, hát én mit csütögettem a húsikámat és szarok a farmra. Ledőlök a keresztes lovagnak az ágyába. Ó, akkor itt vagytok nem messze. Néztem Szefi live-ját, van egy olyan iratlan etikai szabály, hogy nem nézed másik live-ját, hogyha éppen hol van és basztas. Teljesen egyet is értek ezzel. Erre nem játszanák ezt, én egyből bannolnám is egyébként. Mivel nem azért van a szerve. Más az, hogy a véletlenül találkozol velem, és akkor így megküzdünk, hogy valami, de az, hogy nézed a live-ot, utána még kurva büszke is vagy arra, hogy izé, hogy hát nem kell live-ozni, hogyha nem akarsz hírt, az így... Ez persze, nem is lenne jó játék. Köszöntem, hogy itt játszottál. Ez olyan, mint amikor deadrealmozunk, és én bekapcsolnám sunyiban a live-odot, papi, hogy hol bújsz, és ez hogy nem fan a játék. Ugyanezt csináltak velem Gerizmódba, azért többé nem Gerizmód voltam, ennyi. Ez nem arról szól, hogy roncsuk el másnak a játékát azért, mert hogy live-ozik. És így te egyedül vagy, és te úgy érzed, hogy kurvára jogos az, hogy te megölöd, és az a maradék mondjuk 500 ember, aki őt nézi, szerinted arra kíváncsi, hogy ihaj, de izé, PvP szerver, és hogy nézhetem a live-odat, akkor te vállalt be. Nem, ez butaság.
Épp az az, hogy ezzel még több embernek a szórakozását rontod el. Ez nem most kifejezetten nektek szól, csak mondom, aki így ilyet csinál, mert ez fasság. Akkor nem is nézzük live-ot, mert nekem is itt van a másik monitor, én mindig zenét hallgatok, miközben játszok, és most is szól. Hello. Na megérkezett. A hódvár megvan, de maga a hód az nincs. Lop ki és megjelenik. Daj, keresztes szavad. Mert mondtam Szefinek is, hogy tényleg meg akartuk volna ölni, vagyis mondtuk neki, hogy tényleg meg akartuk volna ölni, vagy kötekedni akartunk volna, akkor helyszínen megöljük, nem azt, hogy megyünk utána is szólunk neki, hogy gyere, mert segíteni akarunk lenni nektek egy fecár. Később meglövöldözött rád, aztán végül lelőtt. Szóltam Pirulnak, hogy írjon rád előtte, nehogy az legyen, hogy te is megtámadsz minket. Kéne egy mosza. Menj előre, majd megyek utána. Szója kifektetted. Mert a többiek tényleg úgy voltak vele, hogy ők már nem tudtak mit csinálni semmit. Ők azt akarták, hogy legyen valaki, aki ellen mehetünk, végre harcolhatunk. Én azt hittem, hogy tényleg úgy lesz, hogy feljövünk, és akkor lesznek PvP-k folyamatosan minden nap, hogy annyi időnk se lesz, hogy készülődjünk. Hát azért van ez a szorzó, csak hát nem mindenkinek van elég ideje ennek ellenére se fegyverkezni. Pedig azért elég magas szorzó szerintem. Tízszeres. Ja. Tízszeres, ja. De nem sok idő összefarmolni annyit, hogy egymásnak mehessünk. Azért nem magasak az állatok, hogy ugye ez mit van. Hát igen, az hogy lett volna a legjobb, hogy primitív PvE. Hogy semmilyen fegyver, semmilyen más, csak nyilvessző. Tartom, hogy ott van a nagy szörny, és akkor pikpak megöli egymást. Arról szól, hogy ki szerintett éppen egy spinót, és akkor három harapásra megöl. És így idejót harcoltunk, azt a kurva. Nem az van, hogy ugrálunk, mint a hülyék kibaszott izével, gépegyverekkel, meg lófaszokkal, és próbáljuk egymást megölni. Alkoholkalkulátor.hu. De Mizó megöl folyamatosan. Tessék? Valaki folyamatosan bökött TS-en, de most nem tudom megnézni. Lehet, nem tudom. Mizó, te merre vagy? Itt arrébb. Ja, ott vagytok papival? Itt ezen a TeamSpeak-en, de hát alig van itt bárki. Ugye megnézem ki az. Gondolkodok, mit kell csinálni. Hát én azóta is próbálok nekik hódot fogni, de hát... Mert moszát akarok. Hey, wake up! Kicsi, nekem van fent Uber felfelésem, lemehetünk. Ó, király, akkor megyek fel. Én benne vagyok egy moszafogásban, csak nyilat kéne kraftolni, akkor meg narkót. Nem tudom, narkunk van-e még otthon. Kéne lenni, elég sokat letótam. Hát még Gyurus is mennyit legyártott. A lépcsőzetes építés butasága. Ó, de ezt kaptam már érdekes üzeneteket, Bicsáról. Most ezt nem olvasom fel. Jó van. Zekitől. Na, megyek haza. Ajaj. Gondolom nem szeretés van. Mármint nem ő engem. Na mindegy. Nem mondták, hogy ők összevesztek, de hát most vannak 19-en a klánban, gondolom nem lehet mindenkivel jóba lenni. Én bannóban voltam. Te is téged még bannoltanak, pedig te mutattad meg, hogy izé. Hogy kik azok, akik csalnak távcsővel. Legalább pár napig volt életem. Ja. Hogyha nem köztetek van az, aki izé csúnyát mondott a Linára, akkor igazából pont lesz. Én mondom, erről nem is tudok, hogy a Linára valaki csúnyát. Hát én tudom, én el tudom képzelni, hogy konkrétan ki volt az, de... Ja, azt is tudod, hogy konkrétan ki volt ez? Hogyne, hát igen. Legalább itt van köztünk, és most aggódja. Nincs. Akkor jó, mert az egy ban lett volna. Nem, én... Van egy olyan előnyöm, úgymond, hogy én ismerem személyesen azokat az embereket, mert itteniek, úgyhogy nagyon is tudom, hogy kikről van szó, de nyilván élőadásban ilyeneket nem nézélok most majd ezt. Mert ezt külön én eltárgyalok velük egy kicsit, úgy személyesen is. Helyes. Én meg felrakom a katapultot, ide úgy döntöttem. De merre úszol tovább, papi? Ja, én jöttem tovább itt a havas rét felé. Ebben beleülök, akkor tudok izélni? Be fog fagyni a hátsó feled. Tomla, hol látok? Ott vannak a hódok, megvannak. És ebben mi kell, hogy tudjon lőni? Bennem kapcs, nem? Hát tudja a faszom, boulder, 30 kő, 3 fém. Ó, szopjál ki.
32, 3 fém, egy pinanyelet. Egy fémed neked is. Ja, ja. Fém a pónyú. Na, lehettem papír 16-osat neked. Tadam! Szerintem ne rök egy papír. Rép van nálad nyugtató lövedék? Akkora lyuk van a falon, mint az állat. Jó, ott már túl vagyok, nem az, csak most akarok craftolni egyáltalán. Izét, ilyen lófaszt, hogy majd lövöldözzek később. Most miért vagyok túl terelve? GPS nem kell, shotgun nem kell, ez sem kell, ez sem kell. Attól nyilván csak nálam. Mizu, hanyas vagy? Hanyas vagy te, Mizu? Internetkő. Hanyas vagy te, disznó. Level. Fabricated lófasz. Én csak egy napot játszottam. Lámpa. Jó, csak azért kérdezem, hogy tudsz-e craftolni még búvár felszerelést, de akkor ezek szerint nem? Igen, szerint egy pöppet kibannoltam. Csak egy pár napra. Adtam neki lehetőséget, hogy fejlődjön. Az életben is. Az életben is, ja. Hogy szinteket értem el? Au, au, mi a fasz? Megtámadott egy angol szárnyú madár. Nem, most ezek a rohadt kis dögök, dildók vagy mi az Isten, kompi. Ja. Jó gyerek legyél. De milyen jól ráfestetted az angol zászlót arra. Nem, nem az én munkám sajnos. Pedig gízda. De van egy tippem, ki volt. Papi, ha valaki beül a hajóba és kiszáll, akkor bejut a hajóba. Igen, de nem vezetheted ellenségnek a hajóját. Egyébként kurva könnyű lenne bejutni mindenhova. Hát ugye. Csak beúsznál alá, aztán irányítanád. Volt egy bug, amit hajóval kihasználtak és ki is lettál javítva már. Hogy igen. Betolattak a hajóval a házba, és az ember belőle le tudott szállni. Ah, ez meg te, ez mekkora ötlet. Ja, igen, igen, mikor még így könnyen átcsúszott a tutaj a házakon, az igen, eleinte ja. Nagyon szar volt a tutaj. Aha. És ki is lett javíthatán már. Igen. Nem tudom, van itt hamizó bogyónk? Na, craftolom nagyba a dolgokat. Nem narkó, hanem mecsókén nekem. Ja, mecsó? Hűtőben nézd meg. Őteket szilassul ez a szar. Mert hoztam haza egy hórot, itt betímelem a tímeldénkbe. Jövő karácsonyra fogok csak oda jutni. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. És katapulta, akarom lőni az embereket, de mi ez a házakat, kibaszott kalózhajóról. Jó. Tényleg nem csinálsz nekem egy izét? Fekete festéket, ha megkérlek. Izé, Guszti, lassan szerintem én? Már így felétek fogok tartani, mert most leszek a jó, nem értek a festékekhez, de megpróbálok már is. Víz kell hozzá, szén kell hozzá. És narkoberry. Azok meg 15 szén, 15 narkoberry, egy víz. Ja. Narkoberry is van nálam pont. Hmm. És ezt a bográcsba kell főzni, úgymond? Aha. Igen. Aha. Mint a kívül főzni. Szevasz, hangzavar! Milyen van egyáltalán bográcsunk? Húha, rakok. Mi az cooking pot? Oké. Okay. Tudok is craftolni egyet, király. Az aknavető ez milyen durva, hát ez egy lövésre szétszedi a követ. Nem is tudtam, hogy ez ennyire durva. Elmebeteg. Elég jó, oké. Okay. Addig mondod ezt, amíg nem láttad a piros verzióját. Arról inkább ne beszéljünk, főleg ne Guszti előtt, jó? Már milyen? Tapasztalta. Csodál. Milyen az a piros? A piros van ilyen exotic aknavető, vagy mi? A magyarul hatalom, angolul most nem tudom... Azt kell, igen. Zöld, kék... És ezt hogyan lehet megszerezni? Hát azt hiszem csak... Nem, most már benne van rendesen a játékban. Ha lemész az új barlangokba, ahol level 100-as lények vannak, már még kipróbáltuk. Uh-huh. Te jössz itt? Jó van. Már megijesztettél, ember.
Megoldják. Elvileg föl az udvaron a fekete festék. Vagy pedig a deep sea útokat kihasználod. A fingam nincs, hogy ez mi. Hát most megyünk moszázni, hát találunk egy párat. Na nézzük. Kavics, kavics. Hoztál le narkót magaddal? Aha. Kéne vagy 5 darab nekem. Ez a szemétlát, de nem akar olyan könnyedben tímelődni. Köszi. Ha? De live-ol, papi srácok, de igazából ja. Amíg beírod ezt megkérdezni, hogy live-ol-e, beütöd a YouTube-ra egy paplog és kim van pirosan, tehát nem olyan nagy ördöngösség. No shit, Sherlock. Ők azért kérdezik szerintem, mert mostanában bugol a YouTube is. Ja, mondjuk sokszor fasságokat ír ki, tudom, igen. Igen, azt írja ki, hogy live-ol. Meg hogy mitől live-olsz valamit, és holott az már a 2 nappal azelőtti adás igen. Volt, és akkor igen, így behoznak igen. Ilyenek. Igen, igen, azt láttam én. De ezeket ugye általában viszont a kezdőlapon meg lehet találni, ha éppen megy, yeah. Vagy valamit szólsz. Papi, nyomj már egy kis kombót. Milyen kombó? Csirke kombót? Csirke kombó. Wing berakta papi szemszögét gyerekek a chatbe, jó? És akkor ott... Kóta... Wing össze! Wing össze! Hoppa, egy kis lag. Felháborító. Melleslag. Na. Mi fáj? Beleállok mindig a bogrács tüzébe, basszus. Mennyi festékkel már 20 van? Még föl folyamatosan. Szerintem ennyi elég. 25. Hát ha elkezdett festeni, akkor kiírja, hogy hány százalék miből. Szerintem elég. Vagy magad akarod megrajzolni? Na megrajzoltam. Hát még otthon. Még a régi bázison, amit szétromboltak a kedves barátaitok. Elfogytak a tó... Mi a tengerparti házak? Lehet, hát itt a legszebb izé, vannak még beljebb, csak keresni kell. Hát akinek ilyen... volt az, ez az. Közelben. Dam dam da da dam dam da da dam dam da da dam dam. Találtam egyet. És rá megy a kalóz zene. Már megy. Igen. Abban is biztos volt a kalóz. Persze, hogy voltam. Mi találkoztunk is a trónok arcába kalózokkal. A izé, a hagymalovagat őt vitték, nem emlékeztek? Ezek szerint nem. Nagyon nem. A izé, a várostrom. Nincs meg, hogy hajókat a kalózoktól szereztek? Sőt nem, amikor vitték a Melisandre-t is. De a második évad végén valamiért abban maradt, és gőzöm nincs, hogy miért, pedig nagyon szerettem. A francokat, a harmadikat végignéztem még. Greyjoyok is gyakorlatilag kalózok. Theonék meg ezek. Vas-szigetek ilyen. Hát én dobálom a követ és nem repül el, akkor mi van? Ó de, kilőttem. Akkor meglak. Ez fura. Jó, hát elvileg kirobbantottam az oldalát. Gyakorlatilag is. Ó, bazd meg. Hát megnézhettem volna a másik oldalát. A másik oldalán már volt egy luk. Nem árt körbenézni. Jó, hát olyan izgalmi állapotban voltam, érted? Végre egy egy vízparti ház, meg minden van, katapultom. És akkor én ne lőjem szét. Itt van egy kőház. Reinforced izével. Óriás kapuval. Megnézzük, hogy ez jó lesz. Okke pár követ. Jaj, visszanyomom a csetet, hogy lássam. Tum 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 overwhite. Not good. Az a gond ezzel a hóddal, hogy még így tízszeresen is alig akar tímelődni. Ja, vannak olyan állatok, amik nagyon makacsok, még szorzóval is. El tudom képzelni. Ha mert egy kibaszott izé, mozgó. Mamut például, az egy undorító, egy valami.
Van úton nincs se akkora gondot. Hát belebaszol a bogyót, azt ott hagyod, utána visszamész, mikor lemegy a torporja. Újra töltött. Hát, olyan szempontból igen, de időtartamra gáz volt egyszeresen, mikor fogtuk, emlékszem, Genesszel, ott csücsültünk legalább 6-7 ark napon keresztül, mire lett belőle. Olyan? Ja, wow. Azt utána még haza kellett vinni gyalog az East Edge-re. Ez jó buli. Ja. Hova, most már lassan, illetve nem lassan, 55 darab festék van, szerintem ez elég. Biztos, hogy elég lesz. Hát, szerintem én 5 festéknél többet nem használtam. Ja? Jó, én nem tudom, hogy működik, úgyhogy craftoltam egy csomót, hát oké. Helyes. Na. Nézzük. Megyek fel a katapultba. Az ágyukhoz! A végre világos. Mondom, az ágyukhoz. Gyerünk már. Úgy érzem, hogy ez mellé ment. Azaz, ez már döngeti a kaput. Ha-ha-ha! Bazang, elfogyott az ágyugolyom. Jó döntöttem, amikor az első bázisomat nem odaépítettem rögtön. 1500. Hú, 2000-re maradt. Jó, és állatok vannak benne. Fújjúj. Ez nem is egy ház, ez egy istálló. Na mindegy, azért megbasszol. Ha már itt vagyunk, akkor ez megdöglik. Utána meg gyorsan elhajózott, mint a pió tette tortát. Tortát! Tam, ta, ta, tam, tam. Te vagy a hajomba? Figyú, már te vagy a hajomba? Baszd meg, ne! Hát tök haverok! Baszd meg, ezek lináikat lövöm! Igen, ez az Orion csapat. Baszd meg, ne már! Papi átszaladt szólni, hogy bocsánat. Ja, ja, igen, igen, biztos átment. Orionika támadta meg véletlenül? Igen. Vártam derék. Meg én előbb sül el a fegyvere, mint hogy kérdezz. Júj. Megyek muszáj. Ez bit. Oké, okay, megyek mindjárt, csak betímelem már ezt a... Hódot. Mondom, papi után jövök, megnézem, kiket ől, ránézek, tárcsa, Orion, Warhammer, mondom, ők nem barátok véletlen? Mert nekünk meg a szövetséges klán, tehát. Hát, mert már hamarabb kiszúrhattad volna. De nem, én témelek egy kis izébb terát neki. Ja. Csak ő meg előre ment harcogatni, és akkor úgy mondom, megnézem meg, kiket pusztít, mire odaértem a partomot. Szegények mindenhol kapnak. Ja. Ó, gyere, ez az. Biztos gondolták. Na, kiléptünk tőle, jön utánunk, azt még le is akar darálni. ez a bosszú, amiért kilépett. Igen, igen. Na re, bazd meg, ja, ezek ők. Ma majdnem bedöntöttem. Bocs már. Jobbulás, Benny, szia. Persze, mekkora egy ilyen nyomorék vagyok, geci. Először izi Martinkáikat lövöm agyon. Papi, erre ne gyere, a festéket elviszem messzebb, jó? Ne gyere közel. Agyon lősz engem is, basz. De hogy sose tennék veled ilyet, Guzti. I know, ja, tudom, hogy csivari boros. Már a gondolat is fáj, hogy ez feltételezett. Az a baj, hogy többiek is így gondolták. Hát akkor lehet, hogy ismertek. Na nézzük, ezt kinyitjuk. Visszacsukjuk. Fekszik. Gyerünk, vörös széklet!
Tényleg még vörös festék is kéne bevesni. Felváltasz kicsit, én akkor lekraftolnék még egy búvár szettet, és akkor mehetünk. Vörös széklet, hát ez... Vörös széklet kalandjai. Jó, hogy te már indultál, kösz. Jó, ez kraftolódik, addig én meg megyek a következő célpontra. Önökre megyek utánad. Remélhetőleg nem üzék lesznek. Nem olyanok, akik haverok. Hát van sült hús az állatetetőbe. Ó, itt egy kőízé. Külműkormány. Ja, sült hús lesznek az állatok. Jaj, jó, néz ki ez a ház. Le ne találjam rombolni. Ki ez? Reaper. Steelhawk törzs. Hát ezt nem tudom, kicsoda az halott. Azt bizony, kalózok, martalóca lesz! Na, zsar! Zsar! Bang! Ja, én köszönöm Roland, az nagyon király, nagyon király az a csoportod. Mr. Sarkadi Roland. Működik ez a szarba, ez meg? Hát én ezt lövöm a tetejét, és nem sötétedik. Most följöttem, és nem töltöttem meg. Felváltasz akkor? Én elszaladom. Van egy csanda gyanúm, hogy ez igazából nem sebez. Mi? Hát a katapultom kőépületem. Megnézem oldalról. Nem sok kell neki. 800 élete van, úgyhogy működik. Igen? Miért nem színesedette? Én egy kicsit látom az árnyalatot. Bazd meg! Nem volt már ajtaja. Zia, Imi, jó van. Ezt mindig jól összehozom. De lehetett, mert van benne ez kavics. Valami értelmes, fa meg kavics. Egy hűtő. Tök üres. Most kell nekem... Oh, little babies, go to sleep. I wanna fuck you in the ass. Ha mindjárt kiderül igazából. Így... Újra töltök. Lövöm még ott a tetőt, hogy tényleg átszakad-e. Igen, akkor örülök, mert akkor tudom, hogy csak nagyon sok kavicsat kell szednem meg fémet. És akkor tudok kőépületeket is bombázni ezzel a katapulttal. De az a baj, hogy beljebb nem tudok menni. Szóval idővel kell fognom nekem is egy olyan gecát. Ja. Nézzük. Azt megoldható. És arra is kell egy katapult. Nem olyan nehéz fogni egyet. Soha életemben, én még nem is egyszer voltam rajta, amikor valahova repültünk és vittek minket, de... Én bázzal lett abba hagytam az árkot még mielőtt berakták volna ezt. Az első nehéz, csak az elsőt nehéz megfogni. Azzal már meg tudod fogni a másodikat, ja. Tudod, mert az tudsz levegni vele a lebegőbe és tudsz mászkálni a hátán, ha arra mondjuk platformos nyereg. Sima nyereggel is meg tudsz állni rajta, és úgy lőttem meg ki. Meg is úgy is el tud engedni nyerget, ja. Halljak meg, ez nem sebzi. Nem, nagyon csúnyájú szürkülnek be az alkatrészek, úgyhogy. Komolyan? Ja. Nem, egyáltalán nem. Tetőt látom. Messziről, te nem úgy látod szerintem, nem? Hát de belőttem már vagy 22 izét. Hát? 6500 HP, 3200, 3800, 5000. 3800, 2100. Szerintem azt még az aknavető csinálta. Lehetséges? Mert előtte néztem neked, azt az izé volt ott, a, pont ahol van a hajódali jobb szélső, és a saroktól egy odébb, az ilyen, most pont úgy jártam, minden madárt akar. Hát is sírni fogok, nem tudok házakat rombolni a kalóz hajommal. Ha ellen működik, az biztos. Norbi, mi van nálad? Milyen állat? Speed. Húziság. Az angolos. Jó van, akkor majd cserélünk, oda viszem a kvetszát neked, jó? Nagyobb nem volt. Hát, most bocsi. Ott egy cápa. Gyere, jár egy cápa. Áldozatra várva nekem is. A félszemre várva. Arra. Gergő törzs. Meg egy mellett egy rinocéros, még egy cápa. Mi? Ezek izik? Betémelt állatok? Ezek témelt állatok, igen. Szegények? Fője van egy témán, de ilyen gyereknek. De milyen klán, így mert nagyon lőn a haverjék meg. Gergődörs. Ezt nem tudom mi, ez ott egy rinocérosz. Beng! Az nem a te ismerősöd, Muszti?
Ki az? A Gergő. Gergő? Jött sassal reggel valami Gergő is köszöngetett meg mi. De hát most... Azt hittem, igazából... hogy ez a te ismerősöd, bocsásni. Egy minút érezlek. Igazából attól, hogy az ismerősöm, attól is ki lehet nyírni, hát most... Pövöpö van. Én kérdezem, hogy nem a te ismerősöd? Nem tudok róla. Itt van két épület fönn, meg egy témád, de jöjj a gyereknek. Uh-huh. Ez mindenfele, mert csak ide nem akar jönni. Van fénybázis kéne, mert az 6-10 évvel C4-en be tudom robbantani, és hát ha találok olyan dolgot, amiből tudom pótolni. Gyere fel a vulkánba. ott van egy fémépület, hallottam róla. Hajóval együtt. A fősz hajóval, és bejutsz élve, kiéd minden. Lekapcsolom a tureteket. És ne úgy, hogy az inventory dolna, ha jó. Az nem számít. Alárjál, és felvisszük. Mert ő meg tudja oldani, hogy bejöjjön hajóval együtt. Igen, no clip. No clip. Én pucéral is be tudok menni, gad. Úgyhogy visszamondjuk. Na nézzük, jó. Akkor ezt a cápát ezt lerekteltem. Merre vagytok most, papi? Hát, én szintén nem tudom itt. Van egy vízesés. Meg nagyon süt a nap. Messzibe meg látok egy kék tornyot. Itt egy fasz is dobálja ki a cuccait. Én vagyok, ne lőj. Jó, oké. Pedig már benne volt a cég keresztben. Azért mondom. Csak szedtem neki egy bőrt ki a bivajból. Jó, hol vagy csú? Lag. Nálapra is lehet dobni? Pip. Levisz a vulkánfele. Ja, a vulkánfele visszamentél? Hú, mekkora, visszalagoltam a vízben. Nagy, azért mondtam, nagy lag volt most. Ja, jó van, már rájöttem, hol vannak papiék. Havas előtt. Igen, havas előtt közvetlen. Ja, én meg a más királyba itt voltam. Itt is jó valaki egy madáron, az ti vagytok? Én vagyok. Kitűnt páncélban? Az akkor nem. Én kitűnt páncélban nem vagyok. Mert helyed lehet, hogy nem kitűnt. Most repült el Argentavis. A izé, kék mieink, mármint okay. A barátok. Jöttek utána nézni, mit szemedünk. Gergő törzs. Ott is egy nyitott ajtó. Nefe, itt egy 23-as kvetszel. Ja nem. Ezt mondtam az előtt. Mégsem. De hogy nem, az egy nyitott ajtó, csak te nem látod rajta. Várj, arrébb megyek elő. Laktak itt állatok? Good. Oh, van itt fém is minden. So many gunpowder, so many oil. Ez mind gránát, én már látom rajta. De sok gránátot adsz nekem, barátom. Fém kell nekem még, bazd meg, túl vagyok terhelve. Te már ott vagy? Ezt kidobom, meg ezt kidobom. 20 kiló. Hú, de nehéz az olaj. Hogy ne? Így se tudok menni. Na, vedd fő. Így. Obrigátorba, kósz. Ebben van fém? Mindjárt lesz. Ebben van nincs. De van benne egy autóturret! Nem mondom. Jó, tényleg. Szép. Ott figyel benne egy autóturret. Tettem bele vasat. Köszönöm, craftolok vizit, rengeteg gránátot a következő munkámra. Itt van munkámra. Még 50 vas, úgyhogy csináljad. Az mi kell? Ja, kell hozzá neked. Még hide, meg stone. Még 67. Hide, meg stone, mindjárt elmegyek hide-ért, meg stone-ért. Itt van benne hide-ot, raktam bele 140-et. Követ hozzá, az nincs. Gyere, Norbi. Merre vagy? Itt vagy kint? Mögötted. Itt nem tudom szedni a földön. Illene. Na nézzük. Ó, hát ez egy nagyon jó volt. Ebből biztos, hogy rengeteg ízét. Gránátot fogok tudni csinálni magamnak. Rengeteg gránát egyelő, rengeteg épületbe robbantva. Kimocsi. Azaz. Ó, ezek a... Bum 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 bum. I fuck you in my room. Let's spend the night together. Together in my room. Mekkora keca van itt? Mekkora keca?
Gyere papi, itt a hólod. De hol vagy most? Én most épp a házikóba gránátot gyártam. Jaj, befoglaltad a házat magadnak. Hát itt bebumbantottam és volt benne minden ja. Ahhoz, hogy csináljak egy pár száz gránátot. Úgy gondoltam, hogy hát akkor hagyja már ez itt van. Adál. Én akkor elvittem a madaradat. Oké, és jelszere. Szia hód! Várj, unclaimelet, ne azt elfelejtettem. Oké. Majd unclaimelet, hogy kijött papi. Itt vagyok. Jó, ott van már. Azért hol van? Mehetünk akkor közben mi. Jó, thankfully. Ez a hód egy mozgó smithy. Jó, oké, nézd meg ott. Legjobb. Az nincs unclaim. Ne szopass. Csak unfield van. Ja, jó van. Csak az adminok tudják unclaimelni. Ó, baszki. Piruék így állították be. Nem piruék állították be, még Wookie. Jó, Wookie. Jó. Akkor légy jó, drága. Oké. Akartam szólni, ezt a rögcsinevű madarat is szedjétek le. Miért az a miénk? Ha, most fogtam egy 15 percet. Akkor vigyed magaddal szerintem. Papír robbantós halál, így. Jaj, hogy engedjük el. Ja, adjuk a bal. Azt is. Egyen nem kell. Mi? Kösz papi, kösz, mikor nem vagyok bent, szétrókodtok, de nem is fogok. Szóval vigyetek mindent. Ez pont a tiéd! Ki az? Egyik nézem. Hát jó, de hát most mi? Kellemetlen. Hát megesik az papi, ilyen. Mondjuk úgyis csak a nézőm játszhat itt, mert... Hát itt mindenki igen. Ja. Na, most... Kösz a sok gránátot! Azt mondja, hogy van rejtett cucca, és nem mondja, hogy hol van, de én már itt látom, hogy itt van egy kiemelkedő. Kiemelkedő ceiling. Hallod, papi, ebbe a hátsó izébe nem néztél be. Mozsárba. Volt benne 700 gunpowder. Oh, nice. 800, bocs. Már át is pakoltam a smithybe. Ó, várjál, most fiberken. Egy kis kitén. Itt fekszik a srác. Gergő. És mesztelen. Kipakoltátok? Én nem. Hello Gergő, my old friend. De majd te mindjárt. Eat my balta, please again. I have come to fuck you in the fact. Ass. Úgy hallom, elhalálozott? Hát fájdalmai voltak, megszabadítottam. Fájdalmai voltak. Ma én vagyok a harmadik kb. Igen. Ma három házat már beréreltem. És még mennyi lesz? Ez a szkalóz élet! Jarrr! Főleg, hogyha ilyen jó lootokat találok mindenhol, ahol egyből tudok gránátot gyártani. Nem is keveset. Akkor az egyik ház megtermeli a következőre való. Ah, ez a célom. Hogy ilyen fenntartó legyen, önfenntartó legyen a folyamat. Ja. Yeah. Oké, okay, jól van, köszi. Nem megyek fánk fölé. Na nézzük. Fiber, weapons, explosive. Még 8 gránát. Azt mondja, hogy nyerget rá kell tenni ahhoz, hogy mobil smithy legyen. Aha. Azt meg elfelejtettem craftolni, mielőtt elindultunk. Fölháborító már a gondolat. Sokba fáj. Hát, ja. Tehát valamennyi cement, ha jól emlékszek. Vagy fémből kell annyi? Így fejből nem tudom a receptjét. Vagy hívják a hódot? Kasztióbeja, vagy mi a fasz? Kasztióbeja. Csak annyit írja be, hogy kas. Kas ja, megtalálja úgy meg. Megvan, Saddle. Ez itt méret ceiling van a sok ház. Tizében. Nekem büdös. Hát, látod? Nincs alatta, mint ha lenne egy rész is. Nincs alatta izé. Aha, azt lőd ki, üst ki. Az biztos, hogy rejtek hely. Hát és, de mit tud egy ilyen lapos cucc alá berejteni? Egy kis boxok az. Melyik részen vagy? A folyónál. El fogok pazarolni gránátot és utána sírni fogom. Kinálsz másikat.
Na nézzük, van sok gunpowderem, meg minden szaram. Mi kell ez a foshoz? Le kellett szállnom stamina miatt. Ez explosív. Figyelj, papír dobd úgy, hogy fölrobbadjanak a ládák is. Úgyis pinkolosak. Kijöttem. Oh, arrébb állam, hogy baj legyen. Csak így előkapta a bazókát a számot, megjöttem. Hú, basszus, a fabrikátor ért kár. Még mindig 2800. Nem dobja el a gránátot, mi történt? Lag van? A kezdet. Te van dobja. Sticky bombs. Bazooka megy. Az működik. Az a baj, hogy... Azt hiszem szétlőttem a Smithit. Ez kész. Azt hagyjál, de nem tudok megmozdulni, olyan FPS droppom van. Nem van egy kis füst. De üres volt. Figy, volt alatt egy kavics. Kösz a kurva jó tipped. Olyan vagy gránát meg az utolsó aknavető töltényem. Na várjál, összedobunk egy Smithit mindjárt. Hát ott van az a szegény állat, csak rakni kell rá egy nyergén. De ahogy meg kell lesz, Smithi. Ja. A havas végén, de sehol nem látok. Fánk feletti öböl. Fánk feletti? És hát, ha fánk felé jössz, akkor fánktól jobb. Fánk és a húsaló között van egy öböl. Ja. Parton. Fölött szoktak hozzák. Ott igen, ott szokott lenni. Az autóturretben egyébként milyen töltény kell? A Saud. Az, ami úgy néz ki, mint a bőrből lenne. Ne szopass, majd még mindig közel vagyok, ha hova tök ember rakja azt a fandésit. Csinálj magadnak egy hajót te is. Ja. Vagy tedd a kölccel tetejére, ha lenne egy kis ecet. Ha lenne. De, nem vagyok én hozzászokva ekkora madarakhoz. Hát pedig minden szerverem volt. Ember, tudom mire használtam? Elmentem, azt hoztam vele követ. Vagy vasadékben. Gyere, Fütyike! Megmutatlak a hajónak. Te, amúgy... Fakt? De? Felé tudom ja, baszni a fényre. Pont azért kéne baszki a nyerek. Újra adjon meg. Akkor... Ő tudsz jönni a fedzára? A pirány alatt. Keresem a filmet, amit kidobtam a nagy virágba. Csak elkúsa az alcsiba. Elkezdtem átmenteni a cuccokat. Itt hagyjuk a partnereket. Nem sikerült. Szerintem. Hova faszomba lett a ott? Hód! Ott ez a nincs. Beszorult ide. Te se vagy így értelmes nem ember. Nem fogok gyorsan. Nálam bogyó van csak. És nem is tudunk hajálni, nem? Hú, hoztál narkót? Nem. Te? Mikor látogatsz meg, papi, még réde? 10 darab van nálad. Kidobáltam. Meg látogatni? Én most megyek a hajóhoz. Basszus. Te hol ja. Vagy? Itt vagyok, itthon. Adom expedivel, akkor le kell venni. Ja? Hát én Hát kész a festék! Nem tudom pontosan, hogy jutok oda. Az East 1-es nagy öblöt vágod, nem? A növényevő szigete szembeni nagy öböl. Ott, hogy bejön a folyó, itt vagyok fenn a sziklán. Szerintem a hajóval be tudsz úszni rögtön a bázis mellé. Igen. Aha. Muszti hát szerintem még rédelnek is utána elmegyek, értem. Most van még nálam 7 gránát. Please again. Be kell használni. Meg van még 5 C4-en. Ja, toljad. Papinak az egy fél nap lenne, mire odaérne. Ja, tutajad, igen. Hát, nem egy gyors állat. Ő a túloldalon van. Ja? Ja, pont egyébként a szembe oldalon vagyok. Egy szídet.
Meg lett, all in the north, meg lett. Az meg a izé, a hútban van az autóturét, gyere ide. Várjad, az autóturét, ez meg kell áram, mi? Igen. Ó, faszom. Mm-hmm. Ezt nem rakjuk fel a hajóra. Hát a generátor bent rakod majd. Egy fahajóba a generátor? Felesleges? Na, te ott megmaradsz. Hát még fa, addig. Jól érzed magad? Hát én attól félek, hogy alulról kilövik ki, felrobbantják alulról ezt se. Az alja az fa marad attól még. Bár nem lehet körbeépíteni ilyen sunyin. Talán a cellinggel megoldod lefele. Mm. Kívülről a celling, fal, és úgy megint celling. Alulról a vízbe nem tudják szerintem robbantani. Sehogy. Nem tudom, vízbe egyáltalán működik a C4. Nem próbáltam még. Víz alatt még többet is sebez, legalábbis barlangoknál jobban hatott, mikor mit csináltuk. Igen, nem wow. Tudom, nem tudom, hányszoros sebzés van, vagy valami ilyesmi. Az durva. Mindjárt megmondom. Ó, látok itt még dolgokat. Pár apró házat láttunk, amikor arra jöttünk. Uh-huh. Papi, a közelben azt hiszem havas rész, de nem biztos, van a haveromnak kb. Egy elég nagy háza, sok olaja. Amit farmoltak, metál, fa és sötöbö. Te beköpöd a haverjaidat, hogy így... Ez milyen rendes, nem? Ugye ő is ilyen tudja, barátok hogy... mellett minek ellenség. Ő is tudja, hogy pöpöpö. Most ott valaki ott guggol és szarik a fejbe, vagy mi az Isten csinál az ott? Ez előfordulhat. Van nálad tőle, vagy nincs nálad papír? Adnék neki, van nálam tárcs, az csak... Öltem meg már ugye, mert hogy ben guggolt és kakált a bokorba. Tudod, stegóval így fűnyírás, de semmit nem látsz. Ez így csak. Meghalt szegény. Ezért szoktam levenni a fű grafikáját teljesen. Mert hogyha bent fekszik a fűbe, akkor is látom. De nem már, ezt én aztán kivenném ezt a készítők helyébe. Ne lehessen levenni a grafikát, úgy. Pont a kamuflázs a tök király, meg ugye van ez a ruha is, ez a bokor ruha. Ja, organikus polimerrel kell elkészíteni. Ja, itt egy király. Izé. Papifan, az a neve. Hát, ezt megszoktad. Öld meg. Múltkor is mi? Nézlek, rajongod, hogy... Szia papi, de jó, hogy végre találkozunk! Shoot on sight. Durva lenne, ilyenek jönnek. Papi, mióta indítottad a csatornát, nézlek! Ez ennyi. Hol, Zsuzsanna madarász írja, hogy papi, please, papi, ne. Mi? Papi, please, papi, ne. Mi Zsuzsi azt pont? Hát, hát na. De Zsuzsi, itt egy hajó. És... Meg kell néznem, hogy mi van benne. Meg kell néznem, hogy mi van benne. Én nem vagyok gonosz, csak nagyon kíváncsi. És ezért hajlandó vagy dolgozni. De van annyi időd egyébként belépni és menekülni, amíg én most gyorsan feltöltöm a ballisztát. Mert fából van a hajó teteje, de az alja az... Sok lesz. Idog. Most viszont már jó vagyok. Pus, Zsuzsics, pus! Meg tudod magad menteni! Képes vagy rá, Zsuzsi! Ha SSD-d van, akkor még be is tudsz menni, mert nyitva hagytam a házamat. A kalózhajó nyitva van. Papi olyan, mint az őrült férj, ez is tudjátok, hogy jön rá arra, hogy a felesége mit forgat a fejébe, ha? Szétnyitja a koponyáját. Szar. Szerintem király. Ha ügyes vagy, akkor a házadnak a teteje az kőből van. Ha ügyes csak vagy. Ne nyírja ki. Ja, hogy ott van egy állatod is. Jaj, szegény.
Akkor meg nem tudom bántam. Ne, ne, beszorultam a izétől. Nem tudok menni a izétől. Mit történik a hóddal? Nekem ilyen. Hód az így repülget. Így furán mozog. Na nézzük. Azt mondja, hogy berakom a követ. Föl lesz 4, kell még egy kis fém mellé. Veszünk. Tököm, ne vagy te tele. Na nézzük. Várj, ennek lehet, hogy rá tudok menni a tetejére, mert nem csukta be. De, de, az bizony be van. Na, így megyek. Így. Tökéletes lesz. És nézzük. Mit rejt ez a házikó Zsuzsi? Ó, egy lövésre. Easy peasy. A hód már valamiért idegállapotban van, az már próbál bemenni. Te, ott ugrál, minden baja van. Kész van tőle. Ugye már hót. Így is most csak simán odahajózok. Mellé. És a háztetőről átsétálok az ő házára. Új, de jó, ez ilyen izé. Én tudod, megcsákjáztuk a hajóját. Ja. Yeah. Ez az. Tökéletes. Na nézzünk. Mi van ide benne? Ó, hát itt van Smithy. Meg minden. Itt egy alvó emberke. Papifun. Nézzük, mi van benned. Ó, volt egy kis húsi benned, az pont jó, mert éhes vagyok. Narkó, meg nyílpuska. Kiveszük a nyírakat belőle. Többi ez nem kell. Pinkódos, 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 pinkódos. Akarok mi ezzel szenvedni, hogy pinkóddal szenvedni? Ó, oh, oh, gunpowder, meg fém, meg, meg izé, meg ruha. Kékágyas blueprint, stego blueprint, lila, irrigation pár, ankyló szedő. De gunpowderektől sajnos meg kell, hogy fosszanak. Így, meg egy kis olaj is jöhet. Menj, menj, nem te rohadt diló. Témed nincsen, már csak ez egy dolog. Az a jó, hogy úgy építette össze a házat, hogy most itt ki is tudok menni egyből. Így Zsuzsi már belépett, vagy már él? Nem találja a szervert. Nem, azt így, hogy a sarokban sír. Így, hogy nem találja az itt. Sarokban sír. Nem is itt vagy, fekszel. Nem sírsz, nézd meg. Egyre nagyobb a torpiditid. Leesett rólad a ruha. Tényleg, hogy levetkőztetem. De csaj karakter? Akkor amikor belép, akkor megfagynom. Vagy már ilyenkor megfagy ilyenkor? Nem tudom, látod. Nem látom, hogy sebződne. I don't know. Hát először majd lemegy a kajája. De ez itt még nincs ideg annyira. Szerintem. Jó van. Na jó, Zsuzsi, hát köszönjük szépen. Nem rabolom el több dolgot. Ez ilyen köszönjük emesés volt. Cementre meg olajra pályázok. De lehet, hogy végül csak meg kell öljelek, mert beszorultam. Az csak megtalálja a módját, figyelj. Én csak jót akartam. Beszorultam össze. Kell az indok, kell az indok. Nem tudok kimenni, basszus. Az a baj, hogy ott fekszel az ajtó mellett, és csak gránáttal tudok így kimenni. Hihetetlen, hihetetlen. Gránáttal tudok kimenni. Nincs elég staminám, hogy ugráljak, nem áll. Nem akarom megvölni, szegény. Igen, Zsuzsi.
Ugye a bal sarokba sírsz. Hát ott nem is tud sírni a bal sarokba. Így ki tudom nyitni. Nincs már bal sarok. Látom a izémet, a saját forgyamon. Ez a saját forgyam? Nem, ez az ő forgya. Akkor várjál. Akkor abból is kiveszem a fémet. Receiving inventory. Azt a mindenit. De van fáradva a szerver, úgy látom. Jó. Valahogy csak felugrok arra a szaros izére. Tetőre. Jaj! Gyuzsi, nem akarsz olyat, hogy bejössz és leteszel nekem egy ládát, amint kiugrok? De még hallod, szétrédeli, megalázza. Figyelj, még annyit kéne, hogy bejössz és leteszel egy ládát, jó, amint kiugrok, és akkor az fasza, az igen. Én csak segíteni akarok rajta, tehát itt állok, nem akarom megölni. De ezt ki fogom vágni, ezt a mondatot, hogy figyelj, még gyere be, létsz egy ládát, tegyél, hát ezt nem hiszem. Csak annyit akarok, hogy tartson bakkot. A pofátlanság, érted? Kegyetlen a Pali. Sok a felszínen, nincs kevég lehet bombolni. Azt mondja, hogy arrám megy, mi a jelszó? Kimocsi 86. Jó, hogyha arrám buszol, sőt, hogyha kinyitod az ajtót, az is elég. Nem hiszem el, nem. Most miért nevet ki Guszti? Én csak jót akarok neki. Nem tudom, olyan vagy, mint a Joker, basz. Még jó, hogy nem öltem meg, szegény. Door locked. Tíz. Miért mind csak elvettem egy kis izét, gunpowder tőle, meg ilyenek, semmi értékese. Ne, a társatok meg fogja ölni. Ne. Ne, nyugalom. Ez te vagy? Én el. Azt hiszem, hogy hol tudsz esetleg. Itt próbálok itt a hűtőről átugrani, de beveri a fejét ez a szar. Mi sem bírok menni, az durva. Most nem jön össze, és már éhes is vagyok. Zsuzsi is ilyes, mert egyébként fel kell daraboljalak, és meg kell süsselek a saját házadba. Na ez csak. Dobtam be a bogyót, egyén. Köszönöm. Sose szeretnék ilyet csinálni veled. Nagyon illetlen dolognak tartanám. Hihetetlen. Na itt már hallok valami lépkedés, felébredt? Nem, csak végre bejutottam. Te ki Zsuzsi, ébredj, hasadra süt a nap. Nem hallod a vikakukukat. Van még egy kis gunpowder. Az egyik szekrény nem volt lelokkolva. De érted ezt, hogy ha már bejössz, akkor... Most lépett be az árba, Zsuzsi. Nyisd meg ki az ajtót, de még azért fosztogat egy kicsit. Írta, hogy papi fan belépett? Nem, Zsuzsa nem madarász belépett. Azt de várni, akkor ki. Ez nem ő. De ő, csak a klán neve volt szerintem a Pakfan, vagy pedig a játékos neve. Itt fekszik. Mert a Steam nevet írja. Ja. Ja igen, most már itt van, mert most már zölden virágít, csak egy kicsit megpüffeltem és elájult. De mindjárt felébred. Azért berakom szerintem a gránátot a kezembe, hogyha gonoszat akar. Csikke rózsika. Jó, ez 15, 14, 13. Mindjárt magához. Felélt. És most elájult. Is látok meg rengeteg. Ez most mi történt? Felkelt és elájult. Hát már belépett, de ugye hatott a cucc. Gondolom hoztad, nem? Nem, csak egy kicsit megpüffeltem ököllel. Hát akkor az a baj, nincsen nálam semmi, amivel felkeltsem. Egyen van a torpid. De nincs nálam. Benyomtad az összeset? Hát egy éhes voltam. Várjál. Adok neki egy sült húst. Na? Merre kell szó? Ébredj fel, baby! Fennben nem látok semmit, szóval hogy nekünk. Mi baja van ez? Miért nem kell fel? Mi crashelt? Baszom, értem, betörök azt itt izé. Etetem, itatom. Milyen kalóz vagyok én? Ahelyett, hogy ledobálnék pár gránátot, azt kimennék.
érdekes. Bill, nyírja ki ott az ágy. De... Jó. Figyélek akkor. Ő kérte. Gondolom bepáncolt, hogy valami. Megint van, indok. Na, és megsüthetem a húsát is. Így. Kell egy kis spark powder bele. Hagyjál most. A hódod elkezd tenni a hajóját. Csak ne rombolja le ezt a szegény hajót. Oké. Okay. Na? Nem kezd fel, Zsuzsi. Most lépek. A join. Most csatlakozott újra. Közben sütöm a húsidet. Na, itt már láttam a jó seggedet. Már itt vigyázban áll a karakter. Hello! Nyitod az ajtót? Vagy verjelek agyon egy bajtával? Ez egy más? Ja, nem, a testét viszi. Az a gáz, hogy hátrébb kéne parkolnod. De ezt csak te tudod. Jó van, megvan. Na, a kegyelmes kalóz. Kösz a húst, ha éhes vagy, éppen sütöm a lábadat, benn van nálad még a hajódba. Jaj. Kész. Megyek, nézem, még van-e itt valami izgalmas. LOL. Megöltek a piranyák. Hogy a fenébe? Mi itt leestél, vagy mi? Nem estem le, csak szépen lazán megöltek a mocskok. Ja. Hát, ezzel szölőjünk meg aludott. Lehet, hogy az volna jó, hogy kinéztem egy 20-ast, őt kergettem. Ez egy épület talán. Északi 3-ba voltunk, vagy 2-be? 2-be. Ezek a víz feletti nagy kiálló sziklák, ezek nem ilyen olajos cuccok? Gondolom nem. Az olajat felismered, mert nem, így nem. Feketén így csordogál belőle a lényegében. Ilyen belőle. A víz alatti lútot meg mit látod? Azt meg akkor látod meg, hogyha lenézel a víz alá bizonyos mélységig, és előbb-utóbb elkezd világítani. Ezek a sziklák olajak amúgy? Tehát itt olajat tartalmaz, azok a nagy fekete sziklák, amit mondott. Igen? Na, ja, mi a havason van? Most így van. Ja. Igen, azok mind azok. Ott rengeteg van, ja. Aki lusta merülni, az odajár olajért. Hát minek merüljek? Itt meg aztán végképp, még hideg is a víz. Van is egy hajó. Na. Kép működik. De várj, ez szövetséges hajó. Mi a fasz? Roham tutaja. Ki is ott itt? Itt Roham shotgunnak a tutaja. Aha, de ő már kilépett a klánból, elárult minket. Ja, De így legalább be tudok menni. Tajába. Ezt még azelőtt építettem, még mielőtt beállítottuk a klános fasságokat. Ezért az a tutaj bizony az enyém. Mi van Roham tutajában? Van benne egy izé, egy emberfogó. Kerítés mögé vigyél. A nagy szakunál van. Na. Eléggé fázik a picsám. Nem mondod, le van pinlokkolva. Ott annál a nagy kapunál velünk hát szemben. Nem az másik. Na jó, nem robbantom meg. Annyit nem ér. Nem ér egy C4-et. Oh. Itt? Közvetlen? Hogyan tudnék élni nélküled, területom az élet, minden, amit nélküled lehet, tudja a faszom a szöveget. Oké. Okay. Keles lesz, mert elvileg ezt innen fentről már tudom vitni. Hát ez azért túlzás volt. Mindegy. Ha
Bazd meg, eltört a baltán. Passzom öccse. Van már csak a szintűbe elmehetek. Boldom. Mit, te is pont ezt ütötted? Nem, csak leszálltam. Ja, sorry. Láttam már neki mész, akkor mondom, én nem piszkálom. Be kell egy útra, mert hideg van. Papi, ezt kérdezik, hogy hol hagyta a húrot? Ez lehet, hogy még mindig a nézőnek a házat eszi. Bazdmeg, van benne 100 fél. Baszki. Megpróbál fát gyűjteni. Hód! Hód, gyere vissza! Már nem is emlékszem, hol lehet. Dugó, dugó, gyere vissza! Baszki. Norbi! Mondjad. Nem, most Norbi is dugóra gondolt. Igen. Tudom. Na baszki. Húha, köröznek körülötted a cápák. Ne legyél górja vízbe. Engem másodjára zabáltak meg a... Pirennyák, igen. Hát láttad is. És érted, ott van egy 11-es meg egy 15-ös pirennya is, de erre mindig a kettes esik. Robbantottam a saját ablakomat. Gec. Akkor ezért van hideg. Pin. Windowhoz kell. Fa. Biber meg lófasz. Touch. Fa. És kéne fiber, ami rohadtul nincs, mert itt kibaszottul jeges lófasz hegyen vagyok. Oh, fuck me! Menjünk tovább. You know what you want, cause a pirate is free, you are a pirate! Ó, várjunk, itt meg is állunk. Tökéletesen. Lenne, hogyha most nem szopadtam volna meg magam. Visszajöttem a hódra, hogy mindig tényleg ezt a házat üti. Az igen. Hallod, van egy kis gond. Mi a baj? Veszed utána? Hát így, buszi nélkül nem tudok tovább menni. Micsoda? Te segítetsz rajtam. Én? Aha. Ott állt, hol vagy? Jutni, papi. Hát azt hittem, hogy ez egy olyan szikla, amit szét lehet ütni, és ráparkoltam, és elengedtem a hajót, és összebagolódtam. Nem tudsz vissza. Oh, oh, siker... Kijött? Nem. Nem? De hol vagy? Forgass. Hát itt a jegesnél. Forogj bele. Várjál? Körbe-körbe egy kicsit. Megpróbálom megfogni a létrát, hát ha akkor sikerül. Fosom, geci, engedj ki, te fos, geci, szar! Hát azt hiszem, papi kalóz helyői az átonyra futott. Kurva vicces! Nekünk az? Ja. Ali Peti. Az ágy, ágyra rá tudnék menni, hogy elteleportáljuk, de akkor ide kidobálja az összes cuccomat, nem? Előtte nem árt kidobni, igen. De ilyen, ilyen package-be rakja ki, vagy kirakja, hogy... Azt szerintem elbukod, úgyhogy jobb, ha beletesz a smithybe. Nem tudok megmozdulni! Elometlen. Drop all items, és akkor lerakja egy ízére, egy hátizsákba. A tetőtéri ablak nyitva van? Baszd meg, nem hátizsákba rakta. Lefosom, geci, most már elteleportálok. Vissza fogok térni. Jó? Na, a véres széklet. Visszajutottál? Vissza. Csak az összes létező dolgomat elvesztettem. Ja, hát akkor szóljál, basszus. Mert én meg itt úszkálok bent. Direkt azért szenvedtem a parton, hogy dárdom véget. Azért csináltam egy spirit.
Faszki, bele a vízbe, faszkival, a faszkival! Mi bele a vízbe? Én bele a vízbe. Az hideg. Érted, nem az kell. Az hagyján, szápás. Hideg és szápás. Mert igazából én oda mentem, hogy felszedjem a táskádat. Te láttad a táskámat? Igen. Itt van belágyazódva a sziklában. A sziklában van. Benne. Ha visszajössz, lehet, hogy kimész a tetőre, föl tud venni. Na várj. Itt maradok egy... Melyikbe pakolod? Amit te hoztál. Oké. Okay. I am a Firestota. I'm Mystic Firestota. Köszönöm ennyi. Ja. Szóval föl akartam venni, és a balisztád vagy mi az Isten katapult miatt leestem bele a vízbe a cápák közé. Legalábbis én látom a táskádat benne a sziklába. Ennyi. Kibaszott faszhúd segg. Nem mi narkós mi van nálad? Tangaró. Majd egy ötben sokkal. Ó, oh, én is látom, még egy kicsit előrébb kell mennem. Hallod? Nem lehet elérni, mert benne van a sziklába. Itt van előttem. Mi akarod? Azok a sapslovagok. Laki? Na még egy kicsit. Ez nem. Miért sapslovagok? Itt vannak a húsevőn. Ja, ők vannak a húsevőn. Van. Ez free példa, papi. Mondjuk annyira nem. Itt van az arcomba a 10 gránát, ami, a gépfegyver, amit adtatok, az aknavető, meg úgy minden. És így nézhetem, hogy 11, 25, 11, 24, 11, 23, 11. Hát azt csak egy módot tudod kivenni. Azt pedig, ha beírod, hogy ghost. Cheat ghost. Másképp nem. Ilyenkor admin segítséget kell kérni. Azaz most az meg te vagy. Tudod, jó, van, admin ghost. Cheat ghost, csak simán. Cheat szó köz, ghost és be is tudsz menni. Kronosz üzenő, hogy megérdemled. Elmondjam, hogy így se engedés, itt vagyok benne a táskában. Úgy se tudod kivenni. Ne. A Steamen megírják nekünk, hogy fegyvert adtunk papinak, elment az eszünk. Ja. Na most mondjátok, hogy nem jó dolgokat csináltam vele. A Valkkal tudok kikapcsolni egyébként a ghostot. Beírod, hogy cheat Valk. Még egyelőre próbálom megbaszni ezt a táskát. Várj, mert elfogyasztam minden. De... Papifán, kinyírta a hódot? Bázd meg oda mindenem. Kibaszott bug. Mi
sértünk ki, hogy gyorsan lecraftolni újakat. Hát akkor úgy sértem, hogy mára ez ennyi volt. Kikapcsolom a izét. Where media mehet vissza. Hát ez szopó. Ja, Istenem! Hüpp, 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 kurva anyát trükk! Én voltam nyugi. Beszóltam a sziklába! Megint! Nem hiszem el! Jó, szerintem nekem már egy bőven elég volt. Valahogy vissza kéne zárnom azt a hatchet. Nem tudom visszazárni a hatchet. De akkor legalább bozd meg! Ha megint beszorolok ebbe a szarba, engedd ne vissza a táskához! Na jó, fiúk, lányok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még múlva tényesen, amíg lemegy az outrom. Jó. És rohadjon meg. Leülj el egy papi, és akkor visszamész az ágyadra. És nem kell, meg cooldown van. Ja. Hát kellemetlen. Microphone sound muted. Na srácok, nagyon csendben vagy, Huszi pedig nem beszélnek sokat a többiek. Nem, csak folyamatos. Na, most viszont már némítottam magam teljesen. Nem szeretek másnak a szavába vágni, gyerekek, meg a káosz se szeretem, inkább hagyom ilyenkor, hadd beszéljen papi. Na, most viszont... Tudom, hogy uncsi a stream, de hát ugye most készülnünk kell. A növényevő túretekkel foglalkoztam javarészt. Sikerült beültetni itt a háznak a plafonját is elég keményen vele. Ezek szerintem délelőtt, mikor ültettem? 6 óra? Reggel 8-ra vagy reggel 9-re talán ezek felnőnek mind. Most még úgy betrágyázom őket. Aztán, ja, lassan el kell mennünk az ilyen elektronika irányába. Generátor. Arra túretet kötni. Szilikongyöngyöt kellene szereznem krokodillal, csak az a baj, a 74-es vagyok, a búvárruha. Mikortól lehet búvárruha? Mi is a búvárruhának a neve itt? Oxigéntank, meg ilyenek. Igen, hát itt még rengeteg cucc nincs nyitva. Itt van. Itt van a búvárruha, látni a papucsokat, meg minden. 75-ös szintől már mehet? Gyerekek, 74-es szintű vagyok. Jó, mert búvárruha az kelleni fog. Hogy van töltött kolbászka, busz? Az mi is? Mit neveztünk el töltött kolbásznak? Krokodilt? Szerintem megvan. Na, ebbe már van ganyé. Viszont víz nem sok van benne. Teszünk bele is. 2-t, és akkor a többit végignézem, mert ezek most nagyon fontosak. És fontos, hogy mindegyik nagy hatótávra legyen állítva. Range high. Okay. Hát ez itt szépen tele van. Meg átnézem a kerítés mentén a többit is. Ide is teszünk egy zsákkal. Itt is van egy a sarokban. Szóval eznek, mint hogyha a range médiumra lett volna állítva. Aha. Hatótávat áttesszük magasra. Szép eset mindenkinek. Hello, Guszti, most jöttem papitól. Szervusz, Márk. Papi, mennyit szenved? Jézusom, de sokan lettetek. 24-en voltunk ideig, és a chat se pörgött. Ja, átjöttetek papitól? Jó, hogy még streamelem egy ideig, srácok. Én ugye nem kalózkodok meg ilyenek. Most próbálok itthon kicsit ilyen védekező üzemmódban lenni. Állatokat fogdosunk, stb. Most minél több ilyen harci növényt ültetek, mert elültettem, mondom az újaknak is, hogy elültettem a kis viskonknak a plafonját is ilyenne. Tudom, hogy ez szartsér, majd át is kell állnunk az automata túretekre. Viszont azt beszéltük az előbb a többik, hogy 74-es vagyok, és a 75-ös szintől már meg lehet csinálni a búvár felszerelést. Tehát le tudnék menni gyöngyér a tengerfenekére, mert erre vágom a placot, hogy hol vannak a gyöngyök. De lehet, hogy megpróbálunk lemenni így.
Búvárruha nélkül gyerekek a krokodillal. Így van, csak lerakom a cuccaimat. És ezt megnézzük. PC Dragon Pannonia kapitánya itt feksz... Ú, szomjas vagyok? Akkor megtöltjük a kulacsainkat. Lehet, hogy sütünk húst, mert a víz alatt hideg lesz. És az is lehet, hogy meg fogok fulladni. Sőt, biztos, hogy meg fogok fulladni. De meglátjuk, hogy... Mert az a jó, hogy mivel gyorsítva van a szerver, egy-két marék gyöngyöt fölkapok, és akkor abból olyan 40-50-60-okat szerintem adni fog. Úgyhogy... Lőjünk már pofán egy-két dilót, ha már van fegyverünk. Megjavítottam. Az előző puskám nem tudom hol van, lehet, hogy fönn van a hegyen. Hol van a puskám? Ja, itt van. Aztán már nincs meg. Ó, ezen scope is van, mondjuk... Még scope nélkül jobban szeretem, de így is jó. Vacsora megvan, gyerekek. Baltával szedjük, mert bőr is kell. Oddal nem bírsz lemenni? Hát, szerintem azért a krokodil még mindig gyorsabban úszik. Kartfogú szedi a gyöngyöt. Kartfogú, az nem hiszem, hogy gyöngyöt szed. A kartfogú az keratint szed, jó, a gyöngyöt nem annyira. A gyöngyöt azt kézzel tudod felszedni egyébként is, csak valamivel összekeverhetted valószínűleg. Térexé az nagyon jó. Térexé nagyon jó. Sütünk hús, de itt általában mindig is van készen hús, most viszont nem volt. Light my fire. Biatch. Van még nálam egy ganyi, azt bevágjuk valamelyik harci növénynek. Remélhetőleg sikerül ide annyi növénytúretet elhelyezni, gyerekek, hogy a behatolók úgy meggondolják magukat. És minden hova fogunk elhelyezni, mindenhova. Mit akarok csinálni? Ja igen, ki kéne pakolnunk, hogy ne legyünk ilyen nehezek. Azt mondja, még egy szekrény kellene ide, még egy szekrény. És tudok is csinálni, úgyhogy nagyon király. Csak megfagy a guszti búvárban. Ja, én nagyon sokat jártam a víz alatt, úgyhogy annyit nem leszünk len, meg ekkora szorzon nem is kell, hogy le legyünk annyit. Ha azzal harapsz tribben... Ja, de nem. A víz alatt szedünk, mert úgy jóval többet tudsz szedni. A szekrények nagyon össze-vissza vannak, de majd előbb-utóbb lesz annyi szekrényünk, hogy át fogom nevezni őket. Valamire. Oké. Igazából a narkónak megvan a helye. Mindennek megvan a helye. Csak ki kell pakolni. A húsa sül, a bogyókat pedig egész egyszerűen megzabálom. Úgy. A gunpowder az... Nézd, most meg melegen van, azt mondja. A gunpowder az jöhet ide. Rakétavetőnk is van itt. Azt nem tudom, hogy a töltények is itt vannak-e hozzá. Advanced Sniper Bullet. De tényleg a puskám. Merre raktam a nagy puskámat? Valamelyik szekrénybe beraktam, vagy még a zsebemben van? Lehet, hogy ebben a szekrényben van. Megvan, de akkor ebbe a szekrénybe áttesszük legalább a töltényét, hogy ne keveredjen el. Advanced Sniper Bullet. Jó. A Gunpowder és Cementing Pasta az jöhet ide. A Steamberry-t is elhasználjuk, megfosatjuk vele még a Kula bácsit. Na tovajed. Lehet, hogy megpróbálom majd a hóddal is lemenni, gyerekek, csak ezek krokodillal jobban tudnék védekezni esetleges lények ellen. Talán nem megdög lesz nekem itt az éjségbe. Azt ne. Jó. Kuka. Ez most nem kell. Kidobunk mindent, amire nincsen szükség jelenleg. Van egy film, az a cím, hogy katasztrófa film. Van benne egy szereplő, aki úgy néz ki, mint Sirius. Tényleg? Király. Na gyerekek, lesz trágya a növényeknek, meg valami nagyobb állatot leviszek, hogy tudjunk bele fát szedni, meg követ, mondjuk vedzát.
és akkor rengeteg magom van még, amit el kell ültetni. Az összes magot el fogom ültetni, és ilyen spóra lövő növény lesz minden, mindenhol az lesz. Ha fogunk parakeraterjumot, annak a hátán is az lesz. Mindenhol olyan lesz. Valami kis normális bázist itt létre akarok hozni. Jó, és akkor elindulunk gyöngyér. Aztán a fémszedést kéne megoldani, csak az a probléma, hogy egyedül vagyok, és így elég necces, mert azt szoktam meg, hogy az ankilóval ez nincs tecs, mert a tecset meg kiraktam már, de hülye vagyok. Mindegy, telerakom őket, és akkor tecset meg majd hozok úgy is. Genesz mennyi ilyen cuccot lerakott? Jó. A plafonon lévő növények elég fontosak. Most legalább szépen megöntöződnek. Ó, teli vagy. Itt is mindent teli raktam. Te még kapsz egy zsák ganyét. Ahoddal nem lenne jobb lemenni. Igen, azzal nem biztos, hogy jó lenne lemenni. Tényleg még a békát sem nagyon rugattam meg, majd még meg kell. Előbb-utóbb teljesen lecserélődik csak fertilizerre az összes. Jó gyerekek, a puskát lerakom, mert nem szeretném elhagyni. Szerintem majd ezt a szekrényt alakítjuk át ilyen fegyveres szekrényé. Semmi ilyesmi nem kell most. Flergánt is rakok el. Hát ez meg abszolút kuka. Hú, de a víz alatt rohadt sötét van, és nem lehet gammázni itt, úgyhogy... Van itt egy longnek, amiben van tranquilizer. Ja, az én longnekemet is elrakom. Jó, hát talán semmi értékes most már nincs nálam. Ha csak nem a fém cuccok, de hát ezeket azért a fejszét azt kirakom. Jó. Igazából ennél könnyebb már nem tudok lenni. Sűthús most már talán elkészült. Ó, király. Na nézzük meg gyerekek, hogy a krokodillal 15-ös vagy. Kapsz egy kis HP-t, kapsz még egy kis melee damage-et, kapsz egy kis, nem is kevés movement speed-et kapsz, de neked is kellene kaja. Romlott húst kivágjuk. Nézzük meg, hogy tudunk-e pár gyöngyöt felkapkodni így. Úgy akarnék menni, hogyha te odébb mennél, de majd itt is rendet kell rakni. Téged beállítalak ide. Hódacska, neked meg itt volt a helyed. Jössz ide a béka mellé. Töltött kolbászkával menj. Nem tudom, a töltött kolbászka hányas szintű. Minél erősebb krokodillal és gyorsabbal kell mennünk, és ennek most kicsit felboostoltuk a movement speedjét, úgyhogy ezzel megyünk. Hihá! Nyugi, kibírod. Ugye védtelenek vagyunk raidelőkkel szemben, vagy akárkivel szemben, nincs se puskánk, semmi. Jó, megvárjuk még összegyűjti a stamináját. És akkor megnézzük, hogy meddig bírja a karakterünk levegő nélkül. Gyűjtsé staminát, úgy. Törüt. Pályatöltésnél van egy berecsenés. Guszti stream közben sörözés, pálinkázás. Miért nem volt még? Persze az is lehet, hogy csak nem látta. Jaj, én nem vagyok ilyen ilyes típus. Na, hát akkor nézzük. Szerintem az lesz, hogy bepozícionálom magam a... Jézusom, mennyi ízé, ezek is szoktak adni. Kérdés, hogy... Ilyen gyenge krokodillal ezeket. Ezeknek olyan kemény a páncéljuk, hogy ezekből így kinyerni a ízét szinte lehetetlen. Jó, oké, hozd be a táblázatot, persze. Várjatok levegő. Várni kell egy kicsit, még feltöltődik.
Kitint, ezt rengeteget adott, meg gyöngyöt is adott hármat. Na gyerekek, itt lesznek a gyöngyök. Hú, nagyon sok idő lesz feljönni, úgyhogy megvárjuk, míg jól feltölti a oxigént, és go! Lehet, hogy még egyszer felmegyünk levegőért. Olajat látok, szerintem olajat is hozunk. Ott az olaj. Na, akkor egy kis levegő. Ú, gyerekek, nagyon-nagyon messzi van a... Nagyon mélyen vagyunk már. Necces lesz ez így. Mindenképpen kelleni fog a... Ez ilyen víz alatti kalandos, gyerekek. Aztán cápatámadásra nem nagyon vagyok felkészülve. Na, a követ meg ezeket. Na, lehet viszont így rengeteg olajt be lehet gyűjteni. És a gyöngyök. Ú, most kicsit elkeveredtem. Jézusom, usszál fölfele. Oké, levegőtöltés. És go! Nem tudom, ez egy jó ötlet a gyerekek. Olajat így tudunk akkor szerezni, az olajtermelésünk megvan oldva. A gyöngytermelésünk nincs megoldva, ott vannak a gyöngyök. Ott vannak a gyöngyök. Húha, hát ez így elég necces lesz. Lag van, de szeretem. Lag van. De mekkora lag van? Na most hova fog visszadobni, Jézus Isten? Á, nem lesz jó. Nem lesz jó, gyorsan. Na basszus, most döglök meg. Krokodilt meg elhagyom. Hú, de fuldoklik. Mindenképpen kell a búváruha, gyerekek, úgyhogy ezzel várnunk kell. Usz már. Jó, legalább egy kis olajat viszünk haza. Mindenképp szerzünk búvárucit, mert én úgy szeretem nyomatni amúgy is. Bár itt ugye volt egy vagon ilyen cucc, de... paplovagot kinyírta valaki, vagy meghalt, megölte valami állat. Buszti, mit farmolsz? Gyöngyér akartam menni, de... igazából egyetlen egy szint kell a búváruháig, úgyhogy megvárjuk. Egyszerűbb az olaj, de mi már nagy iparba szoktuk az olajat, de itt ezen a szerveren nem kell. Mert itt elég sokat ad így kézzel is. Úgy szoktuk csinálni a Conspiracy-n, biztos sok új van itt most nálam, hogy aki nem vágja, hogy megfogjuk az Ankilót Quetzával, egyszer végigmegyünk, hazajövünk, és ilyen 4000 olaj. Tehát nem szoktunk így szórakozni, hogy izé... be szoktunk vele vásárolni igazából. Ezt szeretem, amikor így nem fordul az állat, meg semmi. Azért meg tudjuk ölni. Gab is now playing Survival of the Fittest. Az hogyan? Most elindította a Gab a Fittestet? Hogy a francba? Látok, ráírok Steam-en, hogy most ő fittestezik, mert nem lenne rossz külön egy fittest streamet én. Krokodil sincs jól. Várjatok, na nézzük a gabot, most mi hogyan, mit csinál ez? Fittest ezzel? De hát a lenti gépen eléggé akadt. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan tolja. Igazából. Nem is a buszti lehetőséget töltinek. Tölti az nagyon kevés ide, srácok. Még ezzel a krokodillal is éppen, hogy kijutottam. Ó, hát persze. Bököd. Ugye meg is döglik. Gyere, elmenjünk körbe. De szállj le, és akkor nem fogy a staminát se. Az két emberes, igen, az a módszer, az két emberes. Gyere, de ne a tüskébe.
buta krokodil, de azért látni, hogy gyorsabb lett a tuning óta. Innen látni, hogy a Rex stoik, ahogy begörnyed. Gyere, 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 ügyes voltál azért. Mindjárt kraftolunk egy vagon cuccot, meg megnézem még miket lehet kitanulni. És akkor elérjük a 75-ös szintet, akkor gyöngytermelés is menni fog. Ja, hogy itt a krokodil nem fér be? Ó, tényleg. Ja, hát persze, nem is itt szoktam vele közlekedni. Ott meg a tüske kimegy odáig. És letörik a bőr... A bőrbakancsom, gyerekek. Ebből ide majd úgyis fémes tüskéket szeretnék. Itt szépen eltetriszezünk. Parkolj be ide a placodra, és majd szükséged lesz rám akkor, amikor megyünk gyöngyér. Jó, ne, gyere utánam! Jó, azt majd visszaépítjük. Ah, gyerekek. Kiégett a fém. Nagyon király. Hide boots. Igazából a zsebembe is megjavíthattam volna. Hú, gyerekek, király lesz 75-ös szinttől, megnyílik egy vagon cucc. Van, amiket kraftolunk töltényt. Csinálunk még gunpowdert. Fém kellene, basszus. Gyere, Rex! Illetve nem is Rex, Quetzal. Bár azt nem értem, hogy annyira most mondjuk nincs nálam sok cucc. De ami van is, mindjárt kidobálom. A tökömért csináltam én ennyi fákját egyébként. Jaj, az olaj, meg a szilikongyöngy, meg ezek. Szilikongyöngyöt volt annyi eszem, beraktam a Smithybe legalább. Ben van a Smithybe, talán a búvárruhához lesz elegendő cucc. Olajat is betesszük, legalább tudunk majd gránátot. Kitin, oké. Okay. Karkoalból mehet a puskapor szintén. Még 53 darab. A fát kirakjuk, mondjuk ide. Követ is kirakjuk. Jó. Igazából így elég könnyűek vagyunk végre. És akkor a Quetzalval elvisszük az ankilót, és megpróbálunk szedni. Hú, itt mennyi flint van, ezt meg bekeverjük Spark Powdernek. Hát most is az lenne, hogy nem egyedül lennék, megoszlanának a feladatok, és akkor, mit tudom én, valaki csinálna ezt, valaki csinálna azt. Mindig egyedül játszok így, gáz. Igen, ez is csak ritkán tud segíteni. 188 az igen. Narkotikot viszont betesszük ide. Mindennek jó, ha megvan a helye, mert különben káosz van. Így is káosz van. Kitint berakjuk ide. Jó, na azt mondja, hogy ankiló. Gyere kijjebb, és akkor a Quetzalval fel foglak kapni. Gyűjtünk egy kis fémet, de szerintem el kellene mennünk a... Az a baj, hogy az állat súlyát is cipelnie kell szerencsétlen Quetzalnak. Szintet lépett, úgyhogy csak végtre húzzuk a drágát, 900-as így a végt. Ezt Beatnek köszönhetjük. Ezt a Quetzalt. Tudok egy helyet, ott megfarmoljuk, gyerekek, a fém dolgot megoldjuk, és akkor berakjuk égni. Mert nagyon rossz érzés, hogy nincsenek automata túretek. Meg majd egy kis ládába, hogy az ajtó mellé a főbb fegyveremért be kell raknom, hogyha támadás van, akkor tudjak intézkedni. Miért nem hívsz át valakit a növényevő szigetről? De nincs benne, nem játszik most senki olyan, gyerekek, 2:30. Én tudom, hol vannak a fémek, gyerekek. Van pár órám a játékban, úgyhogy találok fémet elég közel magamhoz. Viszonylag közel, hát kinek mi a közel. De annyira nincs messze. Pályatöltés. Parakerateriumot akarok fogni. A hátára platformot, arra növényeket, generátor, turretet. Ezt meg is fogom csinálni.
Itt van egy hegy, és itt lesz fém. Looking back over this span, I cannot escape and I cannot forget. Oh, nice, meg is érkeztünk. Jó, remélhetőleg semmi húsevő nem jön ide, de ha jön is, megpróbáljuk majd ellátni a baját. Abszolút fel sem megy a hőfokja a gépnek így. Tesco-s ventilátor for the win. Na basszus, aztán itt te tudjál megmozdulni, vagy én 187 egyből. Jó van gyerekek, így nem lesz nehéz fémet szerezni viszont. Ez örömmel tölti el, júj, hogy megy föl a végtje a kvetzának. Hát igen, a fém az rettentő nehéz. Együttés gyerekek. Nem is tud lépni, de azért elvánszorgunk a következőig. Azért már nem akarok leszállni róla, mert lehet gyorsabb lenne. Menj, még oda el kell érned. You can do it, Ankilo. És hogyha odaértél... Azaz. Azaz, 179. Jó, hogy ennyit elbír a karakterem, basszus. De ezt lehet, hogy inkább még ezt a 100-at különböző. Csak a kvedze is véges. Meg még fel kell tudnia emelni az Ankilót, úgyhogy arra is gondolni kell, már most félig van. Jó, mert így ekkora szorzóval nem kell annyi időt az embernek elcsesznie ilyenekre. Na mennyi lett? Hát talán még egy 100-as belefér. Mindig 60 fölött vagyunk így 20. Hát egész ideig 20-valahányon voltunk ám, mert mikor papival együtt lehet, akkor sosincs itt senki. Mindig ilyen 20 ember van Csivajri közben is, mert ugye papit nézik inkább. 200 valamennyi. El tudok vinni 200? El! Persze, mert olyan máhány szamárá gyúrtam magamat, mint az állat. Húha gyerekek, 6.32. Jó, nézzük meg, elbírja az Ankilót így. Meg plusz még én is rajta ülök. Hát már nem úgy repül, mint eddig. Hát, ja, valamennyire bírja. De valamit kiszórunk. Fémet nem fogok kiszórni. Igazából ez meg túl könnyű az, hogy ez valamit is nyomjon alatba szó szerint. Magokat nyilván nem. Sok szar fákja. Mi a szar támad, vagy mi van? Mi támad? Bogarak? Nem mondod. Most se tudna csapni az Ankilóval a társam. Ha lenne társam, erre van a zöld obeliszk, arra. Azért a bogarat még talán lerázzuk. Szelid is terrormadarat, Guszti. Mert szeliditek, csak az a baj, hogy most így a védekezésre kellene összpontosítanunk rohadtul, mert bármelyik nap, bármelyik órában berédelhetnek gyerekek. Túreteket kell telepíteni, fegyverkeznek, a bázis kéne fejleszteni, ki kéne cserélni fémre a házat most már. Tehát rengeteg minden ilyesmit kellene csinálni. Hát, hogy le kell szállnunk majd pihenni, de nem a mocsárnál akarok. Puszti, a keret sztori, mi amúgy küldenek ide embert, kik telepítették a teleportokat? Miért? Tudom, játszva nem ez a lényeg, de folyton eszembe jut. Ő írják a sztoriát, úgyhogy erről is majd szó fog kerülni erről, vagy erre. Jó, nagyon tudok beszélni ilyen. Úgyhogy a sztoria is megvan. Az biztos, hogy valami tesztalanyok lehetünk, mert ugye mindig, ha megölsz valakit, akkor ilyen implantátumokat szedsz ki belőle, és akkor ott írja, hogy mit tudom én, tesztalany 7725, meg ilyenek. Tehát valami hasonló dologról lehet szó. Itt majd le kell szállnunk pihenni. Van lenne kiütni még egy rexet. Ha két rexünk lenne otthon, az már egész király lenne. Húha, nagyon fogy a stamina, de át akarok menni, legalább a túlpartig el akarok jutni. Tudom, hogy fáradt vagy, nyugi. Jó,
Jó, pihenés. Pihenési. Jó, itt mennem kell 4:40-kor kerek. Hát te se alszol sokat, Szupetár, a mindenit. Jó éjszakát akkor, de... Íj, ez máskor korábban feküdj, szegény, ez egy elég gáz. Ó, Kvedzával viszont fogok tudni hazahozni állatok a gyerekek, akár mamutot is. Bár mamut igazából, hogy itt van a hód, így nem is kell mamut. Csak azért, hogy az is legyen. Nagy állatkert lesz. Bellenne Genesz, akkor tudnánk ezt a fémtermelést úgy. Bár így nem is kell, mert mondom, így egyszerűen annyi fémet szedsz így. Ennyi szorzóval, hogy hihetetlen. Ja, hazaérünk, és akkor ezek a fémek mennek az égetőbe. Ez egy uncsi stream, gyerekek. Ez ilyen éjszakai nyugodt stream-e. És már is otthon vagyunk. Hát indítok majd még egy live-ot, és akkor még a műzlig még mehet. Nem a... Csak tüzég, azt hittem Alpha Raptor van. Azt mondja, Gab már a lobbiba kifagyott a fit test, és hogy alszik, akkor jó ét. Na, Ankylo zsupsz. És akkor behordjuk a fémet. Úgy néz ki, hogy 200-asával gond nélkül. Még futni is tudok 200 fémmel, azért az nem rossz. Szépen hadd égjen. Nincs semmi fám, igaz? De ebbe a szekrénybe tudom, hogy van. I know it. Aztán lehet felmegyek a hegyre, gyerekek, a következő streambe, hogy ott csináltunk egy ilyen égető bázist, fémégető bázist, mert mindenképpen át kellene, hogy alakítsuk fémmé az egészet. Hát az ugye rengeteg fémet kell égetni. Na, itt el lesz ez. Lehet, hogy még egy forge-ot kellene majd csinálnom itthonra is. De hát végül is ez itt el fog égegetni egy jó ideig. Legalább látják, hogy világosság van, talán annyira nem támadnak be. Még a tetszet is berakom, ha ég. De a gyerekek, egyébként van spark powderem, tüzelhetnék azzal is. Csak hát ugye... abból nem lesz faszén. Jó, hát ha az ott kiég, az úgy egész király. Gyerekek, szerintem sütök egy csomó húst, és ki fogunk nézni a hegyre. Csak ezt a streamet lezárom, hogy a YouTube tudja feldolgozni. Most elaludt a tüzem, ami itt volt? Elaludt. Ó, van itt hús. Csak fa nincs, mi? Nincs hát. És aztán lehet puskapor gyártani, mert van annyi szén, mint az állat. Puskapor is lesz egy egész kicsi adag. Ó, gyerekek, mit akartam? Ja, nincs fánk. Megnézzük akkor, hogy igazából úgy, hogy szedi a hód a fát. Toltunk egy kis fényt. Huszi, a túlparton vagyok. Ja, itt vagy? Zárom majd a streamet, beat, de még a műzli előtt akarok indítani egy újat. Ennyi fa elég lesz. Ciao! Alihai, na hoztam neked szilikát. Ja, igen. Itt tisztelt terep.
Mi a fasz baja van ennek? Na, az jó kérdés. Megvan, mi volt a gond, most néztem vissza. Na. Elvette a tojását. Tényleg? És még nem értem, mi a baja. Atya ég, miért kaptam ennyi gyöngyöt? Kösz, ez... Ennyit találtam lent a barlangba. Király, ezt most már mindjárt elérem a 75-ös szintet, aztán majd búvárkodok. Kösz, ez király. Ez nagyon jó lesz. Nincs mit. Mi azt csináljuk éppen, mert moszát keresünk. Ja, aha. Hali. Moszát keresnek a bíték. Ja, tudom, hogy akkor megtalálj, csak nem vágtam. Ugye addigra, mire ő már támadott, én már elfelejtettem, hogy mi a baja. Hogy mit csinál, miért csináltam azt, vagy mi van. Na. Most viszont már azt hiszem, hogy van fánk. Ez a hód, ez nagyon jó cucc. Soha nem találom a tábortűzet, de igazából itt több tábortűz volt, mert itt három volt egymás mellett, itt van. Aztán most már lassan megcsinálom a kerti grillt. Basszus, Beattől mennyi ízét kaptam, szilikon gyöngyöt. Oké, a keratin meg megy ide, mert cementpaszta lesz belőle, ha lesz elég kő hozzá. Ugye az kell hozzá? Kő kell, úgyhogy követ, megnézzük, van-e kövünk. Úgy. Na, te itt el fogsz égni egy ideig. Hát igazából nem ártana még egy forcs, gyerekek, legalább még egy. Kő kell, flint és wood. Kőbe lenne több kell szerintem. Itt is van fa. Itt mi van? Itt is van 106 fém. Mi kell? Flint meg wood. Flint. És másik izében meg volt wood. Forge. Teszünk még egyet. Oké. Mellé még férj oda? Nem férj oda. Akkor mert nagyon szűkösen van minden, de nem baj, most az ilyen... Oda be lehet feküdni a sarokba, gyerekek. Itt is lesz egy fémégető plac, akkor innen kivesszük a... Legalább ennyit, nem tudok mozogni, aha. Akkor mit tudom én... Így már tudok mozogni. Legalább lesz fényforrás. És akkor talán lesz annyi fémünk, hogy... Hol volt az extra fém? Mert a fém az legyen a smithybe inkább. Aztán majd csinálunk, majd valut is lesz, meg minden lesz, gyerekek. Minden lesz. Van itt egy csomó fém, akkor már szilikongyöngy. Jól van. Na, cementpasztát is betesszük. Keverésre. Egy darab. Mert nincs több kő, mi? Igen, a kőszedésre meg a Doedicurus a király. Hova tettem a hecsetet? Itt van. Flergonum is van. Jó. Még igazából jó lenne, ha mindig lenne nál. Hova akartam indulni? Ja, a hegyre akartam indulni, gyerekek. Jó. Oké. Még annyit csinálok, hogy kiiszom a kulacsomból az utolsó csepp vizeket. Gyerekek, akkor innen fogjuk folytatni. Hamar vissza kell lépnem itt ténykedni. Becsukom az ablakot, mert hideg van. Mert... Ugye kibontottam a tüskefalat ilyenkor azt mindig visszazárom, mert most nem fogok ilyen kapukat meg falakat csinálni, mert azon úgyis bejönnek. A lényeg a túreteken van, meg bizonyos állatokon, majd megoldjuk a védelmet. Úgyhogy gyerekek, köszi a filmet szerintem, köszi a figyelmet. Olyan 3 óra, 4-4 körül szerintem indítom a következőt, és akkor találkozunk, és még kicsit ténykedünk. Addig is legyetek jók.
Hihetetlen, hogy ilyenkor is ennyien itt vagytok, úgyhogy találkozunk a következő streamben, ami egy olyan 4 óra 20 perc múlva indul talán. Igen, Dávid, reggeli nyomom, már is folytatjuk, mindjárt rakom ki az eventet, ne menjetek sehova, akit még érdekelnek ezek a dolgok. Addig is ciao, sziasztok!